Szeretettel üdvözlök mindenkit a Horizon Forbidden West Burning Shores DLC végigjátszásának utolsó epizódjában, ami elképzelhető, hogy kettő részre fog majd oszlani, majd meglátjuk, hogy a mai vodot hogyan kell elvágni, az is lehet, hogy már annyira a végén vagyunk ennek a DLC-nek, ami egyébként meglepően rövid lett. Én szerintem legalábbis a történetét tekintve meglepően rövid idő alatt végig lehet rajta szaladni. Ezért mondom, hogy nem tudom, hogy most hányadán állunk a történettel, az is lehet, hogy most már az utolsó küldetésekben vagyunk benne, olyan szempontból mondva, hogy talán van még kettő vagy három. Mindegy, meglátjuk, figyeljetek, meglátjuk. Ott tartottunk, hogy Eloy és Sheikah bejutottak Londra parkjába, át kell kutatniuk az ősi romokat a rejtélyes Zinis és Sheikah testvérének nyomai után. Aha, ez tök jó, hogy így összefoglalják itt a loading screenen, hogy hol is jártunk pontosan. Itt voltak ugye a T-rexek. Ez egy pálmafa. Ott van a T... Nem. Hol van a T-rex? Emlékeztek rá, hogy volt itt egy pedig? Mérsékelt ellátmány készleteket itt nyitogatjuk. Remélem tetszeni fog a játék értékelésében, sosem bízom. Hát én is azt remélem, hogy az értékelései nem a valóságot tükrözik, és köszönöm szépen még egyszer, nagyon kedves tőled, hogy egy újabb szózzal járultál hozzá majd a játékaink listájához. Dino számláló tömegirányítás. Dino számláló dolog fentről jön, hogy több akciófigura fogjon, és tegye pokollá az életünket. Alapvetően a gyerekeknek kellenek a játékok, hogy megtudják a kávé. A Jane figura egyértelműen már most nagyon keresett, nektek kell majd kezelnetek a tömeget, brutális lesz, de a lényeg, nincs játék, egyelő nincs szobor. Ez valamilyen múltbéli marketinges duma lehetett. Ez úgy néz ki ez a fal, mint hogyha robbantható lenne, nem? Szerintem itt a textúrák is mások. Én szerintem ez robbantható itt. Engedj ki, Sheikah. És ide be lehet menni? Sőt, ide be is kell mennünk. Vagy innen jöttünk ki? Nézzük meg a térképet? Nem. Nem. Azt hittem, hogy ebben az épületben vagyunk, mert itt már voltunk bent. És ide nem is engednek fel minket. Egy rom? Egy olyan bolt. Lehet, hogy van benne egy szobrocska. Hát igen, én is azt mondom, Eloy, hogy könnyen lehet ám, hogy oda bent van valami. Ez micsoda? Regi, a Pterodactylus, egy repülő, tátott szájú dinoszaurusz ábrázoló régi figura, tartósítva és digitálisan hitelesítve. Ez azt jelenti, hogy ezekből a figurákból 5 darab van a DLC-ben, és ezeket mind össze lehet szedni, hogyha valaki collectible őrült, és azokat szedi össze, és csak. Mi? Hallottad a cocát, hogy mit izé röffentett? Lehet, hogy csak... Ezt nem tudod elhúzni. Azaz. Ó, Eloy, mekkora jó vagy, oda nézzenek, mit nem nyom a csaj. Hát mekkorát ugrott, láttátok? Main story-ra gondolsz, hogy mennyi van belőle, vagy úgy komplett? A main story-ra gondolok, igen, hogy mennyi lehet még hátra ebből. Szellőzőt kinyitom itt balra. Berúgtam az ajtót egy pillanat alatt. Aha, ott van lent egy ősi értéktárgy láda, és abból is a legendás verzió. Az ősi szobrokból 19. Biztos nem vette észre senki, hogy Pixel, Cic, Lara, Eloy, Senua? Senua a legsexibb. Hát jó, hát nyilván, Senua egy csoda. Ahhoz képest, hogy a Chelsea ott rajzolt annál a stúdiónál, ami a Hellblade-et készítette, és aztán észrevették, hogy amúgy tök jó arca lehetne annak a karakternek. Teljesen jól döntöttek, és annyira jók voltak a reakciói, a mimikája. Imádom. Senuával nem lehet tényleg vitatkozni. Csoda. Gyönyörű az a lány. Nem az a tipikus szépség, aki mindenki számára szép, hanem egy ilyen nagyon különleges arca van. Jajosztam. Sheikah eddig aludt, hogy mit csinált? Oké, most ezt kinyitottuk, és akkor innen ki is lehet menni. Jó. Felszedtük ezt a dino figurát innen. Ott áll lopakolsz. Kicsoda én. Balra van valamilyen kérdőjeles helyszín. Amúgy nincsenek itt túl sokan. Még azt sem jöttem, vagy arra sem jöttem rá itt teljesen, hogy mit szeretnének tőlünk ezen a helyen, azon kívül kutatunk tőle itt mindenféle dolog után. Sok dinoszaurusz van itt, valamiféle látványosság lehetett. A támadás egy látványosság volt?
Hey Dark, nagyon szépen köszönöm neked a 300 bitet. Hálás köszönetem a 3 dollárért. Nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy hamarosan tényleg eljön az az idő, amikor majd többet is itt tudsz lenni velünk. Szeretettel várunk. Amúgy pedig most, hogy befejeztünk 2 játékot a listáról, ma pedig ki fogjuk húzni a Horizont is. Ezek nyithatatlanok? Aha, ezek be vannak zárva. Így majd a Gears of War fog bejönni, mint új játék. Azt szerintem a Roxford helyére kellene betenni, vagy nem is tudom. De az biztos, hogy most lesz egy-kettő elkezdett játék is. A Hogwarts Legacy-t azt pedig be fogjuk fejezni szerintem most már a közeljövőben. Bár az is lehet, hogy a Hogwarts-nak a helyére kellene behoznunk a Zeldát, ugye? Mert a Zelda az 12-én érkezik majd, és sürgős tempóban le kell csapni rá. Szerintem az egész Twitch azt fogja amúgy közvetíteni. Mindenki, akinek van egy Switch-e, az abban bizonyosak lehettek, hogy a totálisan szétistenített, trailerek alapján istenített játékot, ezt mindenki is fogja streamelni. A zárszerkezeti tépségben van, még sem tudom kinyitni ezeket, nem lehet, hogy... Na jó, ez majd lehet, hogy később lesz kinyitva. Main Story kb. 15 óra mellék, összes kollek kb. Ugyanannyi, nem néztem még meg pontosan. Aha. Hát az a baj, a DLC-t nem is nagyon tudom mérni, hogy mennyi időt töltöttünk el benne, de lehet, hogy a játék méri ezeket. Micsoda? A többi producer azt akarta, hogy az Ilfange a folytatás a gyerekekhez is szóljon. Sosem lett volna szabad beleegyeznem, mondja Londra. Reggie még a világ vége után is totális katasztrófának tűnik. Miért? Mi bajuk van ezzel a Reggie nevű karakterrel? Ez valamilyen pterodaktilon? Szerintem igen. Vagy pterodaktilus? Hú, nézd, és itt voltak a szobrok, az igazi szobrok is. Wow, tök menő, hogy egy ilyen őslényparkot járhatsz be ebben a játékban. Hát ennek kicsit mohás lett a feje. Majdnem annyira kedvelik Feather-t, mint én. Mi ez a Feather? Azért nem néztem a Warhammer TV. Micsoda? Ezt nem értem, Coover. Itt mondott, hogy megkenhetném plazma ammóval? Ja, hogy azt a izét, a bengát, a hátul a lidércet? Ja, mert hogy itt vannak lidércek, és azokkal pedig hamarosan harcolnunk is kell. Jó, ott is van valami, amire ránézhetünk, ilyen felkiáltó jeles. Nézzük meg, hogy ez micsoda. Hogy elfutott a malac. Úgy néz ki, mint egy karmos gyík. Azok is falkában mozognak. Ja, Aloy most lesz figyelmes arra, hogy ezek úgy néznek ki, mint az itteni robot dínók. Érdekes. Raptor Raid. Ide bemegyünk, akármi is legyen ide bent. Aha, megtaláltuk a befelé vezető utat végre. Lássuk, hogy mi van ide bent. Mögötted leszek, mondja Sheikah. Ilyen rendes ez a lány. Nagyon szép ez a... Az a sok-sok hologram, meg a fények, meg minden. Nagyon el van találva ez a helyszíne a játéknak. Szerintem az egész DLC-nek a... Ó, oh, cutscene. Figyeljetek a behatolókra, mondja Feather. Ha meglátok egyet, öljétek meg. Hogy ne jöttem volna vissza? Hogy ne jöttem volna vissza, mondja Kína. A nővérem. Miért mondja ezt mindig? Ha most harcolni kezdünk, hogy a tűzvonalba kerülne. És ugyanezt hajtogatja. Annyira izgulok, alig emlékszem a szövegre, mondja Pira. Csináld, amit Walter mond. Tisztítsd ki az elméd. Felejts el mindent, ősöket, múltat, a családodat is. Néz ki, mint Sheikah. Gondolj rá, és hogy mit jelent ez a pillanat? Gyerünk, hadd halljam. Hogy ne jöttem volna vissza veled, mintha... Megint elrontottam. Lazíts, képzeld azt, hogy itt van. Ugyahogy megláttuk a parton. Érezd a jelenléte fényét, hagyd, hogy elragadjon. Ó, Jézusom, ezek valamilyen színi előadást csinálnak Londra tiszteletére, vagy mi ez? Hát ezek ilyen fanatikusok lettek, hát azt hitték, hogy eljött közéjük az Isten az égből, nem? És hogy Londra az, és jaj, ez szörnyű. Tisztára meghűjítette az embereket. Szia Gardrop, szia Grabowski, jó estét. Köszönök, mert még nem tartok itt a játékban.
Hajrá neked! Nagyon tetszeni fog szerintem. Let it overtake you. And then say it. Dana azt mond, hogy hogy ne jöttem volna vissza veled, mint ha tartoznék valahová, mint hogyha otthon lennék. Téged fog kiválasztani, egyszerűen tudom. Mindannyiunkat kiválasztott Pira. Lesz helyed a világában, bármi történjék is. Itt az idő. Feder, hamarosan evakuálunk. Értem, mondta a férfi. Tényleg el fogja vinni őket? Második osztag, ti vagytok a kíséret. Többi maradt velem, amíg Voltaire jelet nem ad az indulásra. Szerintem átveri őket, szerintem nem akar elvinni magával senkit, bár önmagában nagyon hülye az elképzelés, hogy mit fog csinálni. Tehát jön a Nemezis, ugye? Ide jön a bolygónkra, ez a hatalmas nagy valami, ami kiírt minden életet örökre. És Gáját is tönkreteszi, tehát nem lehet majd reszetelni, mert nem is lehet most sem reszetelni a világunkat, tehát hogy már elvesztek azok a lehetőségek, hogy többször újra lehessen indítani, tehát hogy ami most itt van a világban, az van, és nincs más, és hogyha jön a Nemezis, ez a csicska, ez a Voltaire Londra, ez fogja magát és kilövi magát az űrbe, és menekül tovább előle egyedül, egy szem emberként. Én szerintem az lenne logikus, hogy megpróbál minél több embert kimenteni innen, és... Hát, vagy nem tudom. Fogalmam sincs. Eleve nagyon hülye az elképzelés ennek a csávónak, ugye? Oké, Feathernél van a kulcs, és szükségünk is lesz rá. Csöndesen fogjuk őket elintézni. Mondjuk ebből a szempontból egy kicsit okosabban is kitalálhatták volna az ő történetét, nem? Vagy lehet, hogy csak azért furcsa ez az egész, mert még nem ismerjük a teljes képet, hogy mire is gondol a fickó, mert amúgy lehet, hogy valami okos kitaláció lesz mögötte, hogy mit szeretne, hogy miért csinálja ezt az egészet, miért hülyítette meg ezeket az embereket. Ott is van fent valaki. Sőt, itt van egy másik. Ott a harmadik. Oké, többen vannak, jóval többen, mint gondolnánk. Jelöljünk meg mindenkit, hogy tudjuk, hogy ki honnan jön, és ezt pedig írtsuk ki. Nem kapott túl nagy sebzést, sajna. Most mit csináljak vele? Oké, hát eddig tartott a móka meg a kacagás, azt hiszem. Hát hogyha a néma csapásainkkal nem vagyunk képesek őket leszedni, akkor bizony kellemetlen szitu van. Az ott lábon, úgy látom, hogy nincs jól védve. Az a lábra mehet. Begyulladt nagyon király. Milyen elképesztően sokáig tart a koncentráció. Ez az időlassítás, nem? Jó, egy megvan. Megérkezett Feri. Nagyon agresszív a Feráj. Nyilván nincs ott, ahova ugrok. Vastag és sok a páncél rajtuk. Igen. Ott van a Benga. Ő Feather lesz szerintem. Ott van végre. És egy szép robbanás. Gyönyörű. Messziről tüzelnek. Lehet, hogy elő kellene vennem a sniper. Azt a mindét, az még robban is ráadásul. Előveszik a sas személyet, szerintem igen. Azt el lehet lőni? Ott az micsoda? Ott valami nagyon nagy mozog. Ó, az szépet kapott viszont, akkor nyomjuk meg még egyszer, hátha. És most nem kapott akkorát, mint az imént még. Szerintem ő lesz Feather, csak nem tudjuk, hogy hova lőjünk, mert annyira szar helyről tüzelek rá. Oly, de szép volt! Wow! Oké, és akkor még van itt kettő. Hányan maradtak? Sejka szépen elintézett ott egyet jobbra.
Szia Milán, hogy vagy, mi a helyzet? Örülök, hogy itt vagy velünk ma este is. Hogy telt a hétvégét? Most olyan keveset hallottam rólad az elmúlt időszakban. Remélem, hogy nem azért, mert valami gáz van, hanem hogy csak egy kicsit elfoglaltabb napjaid voltak mostanság. Hopp, ott beakadtunk a falba. Ez a fickó nagyon jön, csak nem jó helyre jön. Köszönöm szépen a sózást, nagyon kedves tőletek. Iszapot szereztem? Igen, kettőt. Abból tudunk csinálni 5 darab nyilvesszőt, amennyit elvesztettem. Hoppá, te szemétláda. Az igen, a nem szarral gurító. Wow. Tényleg jövök ide, hallod? Ez nem normális. Lábügyileg lehet? Nem volt rossz. Nyomjunk egy ilyet rá. Nem tudom, hogy sikerült-e leszedni ezzel a páncélt róla, de reménykedjünk benne. Az ott sejka, bocsánat. Elnézést. Leesett a lábról, igen. Mutasd meg. Gyönyörű. Bokán lőttük-et, hiába ez volt Achilles. És ott jön a következő, ott jön a csaj, akinek a fején nincs semmi védelem. Ezért olyan headshotot kap, hogy összecsinálja magát. Jaj, de szép! Hogy belőttünk oda fejre, hopp! Viszlát! Ez most megvan, most szerezzük meg a kulcsot, mondta közben Aloy. Itt a sátrak között láttam még egy kilútolatlan hullát. Ja, hogy ő volt Feather? Ó, menj már! Oké, próbáljuk meg kitalálni, hogy mire való a kulcs. Remélem visszavezet a hugomhoz, nővéremhez. Londra nagyon ráakaszkodott. Hogyan lehet az a lány ilyen vak? Jaj, elnézést kérek. Ah, hirtelen jött a tűszentés. Meg vagyok csak meló, össze-vissza van annyi. Defect Duo Season 2-t indítgatjuk be. Na, de várjál, a Defect Duo az a rókamókás sztori. Azt hiszem, hogy igen. Láttam mostanság strévelni, úgyhogy ezek szerint visszatalál a Teach világába. Hát ez olyan dolog, hogy így egyszer belemerítkezel. Köszönöm szépen. Akkor onnantól már nem nagyon menekülsz. A Teach nem fog elengedni. Akarják a támogatásokból eredő pénzedet. Hát jó, akkor nézzük meg, hogy hová való ez a kulcs. Bár ez a terület itt meglepően ki van ürítve. Tök jók ezek a hologramok itt mindenütt, nagyon tetszik a helyszín, és azt szerintem ez alapból is látszódik, ez szabad szemmel úgy mondom, és nem csak a hologramunk miatt látható az, ami most itt van. Kulcs, hova kellhet vajon? Errefelé mutatja nagyon, hogy itt erre menjünk, de... Aha, mert hogy ki kell mennünk a helyszínről, ugye? Ja, akkor lootolgassunk még egy picit, és húzzunk el innen. Fejlesztett robbanó posszátnák ez, igen? Itt van egy lépcső. Ahonnan persze, hogy Zsák utcába fogok berohanni ezzel. Ki kell, hogy menjünk valahogy pedig. És ha innen kitalálunk, ilyen nagyon pici helyszínen vagyunk most, úgy érzem, hogy ez a helyszín, bár rohadt jól ki van találva, mégiscsak ilyen... Két kijárata van. Szóval totál nehéz benne a közlekedés, hogy rágyere, hogy hogyan néz ki ez a valami, amiben benne vagy. Tehát nem is tudnám azonosítani, hogy mi a fene lehet ez. Ez egy kupola volt valami? Nem, még most is az. Aha, tehát ez egy kupola-szerű épület. De... Ezt ti is látjátok, hogy ez így... Mi ez? Robbantható? Vagy... Hát így errefelé mutatja a játék, hogy így gyerek itt a majom, és... Totál nem tudok erre kifele menni, nem értem. Itt tényleg jó helyen vagyok, nem? Már most bal kéz felé kellene elfordulni, és... Ja, itt van egy ajtó! Jó, a hologramtól nem látszik a kék, bocsánat. Aha, jó, így már könnyebb egy kicsit innen a kijutás. Ez egy labirintus. Na hát pontosan én is ezt akartam megfogalmazni éppen az imént, hogy tényleg rohadtul olyan ez az egész, mint egy labirintus. Amennyire kicsi, annyira nehéz benne közlekedni. És milyen lesz a következő hetetek? Meséljetek. Voltatok ma családozni? Anyukák fel lettek köszöntve? Anyuka... Azért remélem, hogy kapott virágot is. Ó, nézd, ez micsoda?
Hadd fújjam ki az orrom, miközben nézzük ezt a furcsa flamingót ott szemben. Elnézést. Komoly néma csapással indítunk ellene. Meg még egyel. Nagyon jó. Eltekült. Meg is vagyunk. Csúcsvadász hosszú láb. Szíve. Meg a közepes gép mag is meglett. Várjál csak. Ez egy ismeretlen gép. Semmi a földön van. Ez érdekes. Még soha nem látunk ilyet. Kár, hogy nem néztem meg, hogy mire érzékeny, nem? Azt a mekkorát kapott. Most el is terült. Tök metál, hogy így ég. Hátra és med. Gyönyörű robbantás. És a befejezés. Belléveri! Éloj! Na így lett meg végül. 5600 XP-t adnak, azért az rohadt sok ahhoz képest, hogy... Ja, ez nem velem van! Ó, én azt hittem, hogy sejka vagy, ne haragudj. Hát ebből majdnem halálos kimenetel lett. Totál meglepődtem, itt áll a csaj, és így izé tűpárnát csinál közben bele, már majdnem mindjárt. Elesett? Hogy mi történt vele? Leesett a fejéről valami. Hú, azt a mekkorát kapott. Azt hiszem, hogy most kitekült, ugye? Igen, mert végeztünk velük. Az egyik legszebb farkú állat? Kire gondoltok? Ez csak Rocco Siffredi lehet, vagy az öreg Ron Jeremy, na neki volt szerintem. Papot hívjunk, hogy rögtön vállalkozónak szóljunk? Mi? Micsodára? Szeva Szájrengár. A savas gyík? Hát itt volt mindenféle furcsa állat. És ezek meg ilyen... Olyan sok, vajon a dinoszaurusz kölykök aranyosak voltak, vagy félelmetesek? Ez egy tök jó felvetés, lehet, hogy mind a kettő. Ki tudja, hogy mekkorában jöttek ki a tojásokból? Hát ez így ember méretűnek tűnik. Lehet, hogy olyanok voltak, mint az elefánt bébik, tudod? Ilyen kis tök aranyosak. Az elefánt bébik nagyon aranyos állatok, nem tudom, hogy szoktátok-e figyelni őket. Laknak-e ott, ahol ti laktok. De ilyen kis okosak egyébként, vagy olyanok, mint egy kisgyerek, tudod? Hát mert persze azért, mert kisgyerek, így rácsodálkozik a világra. Közepes értéktárgy lerakad. Kell a gyíkoknak a farka cuccfejlesztés, ez emiatt mindig a farkukra megyek. Ez igen. Hát jobb, mint hogyha a tárcájukra mennél egyébként, de nekem szimpatikusabb legalábbis. Isten kikelt krokodától is aranyosabb. Miért akar valaki fák hologramját látni igaziak helyett? Látványosság, azt hiszem. Hogy... Éloj! Hát onnan nem tudtad elkapni, és amikor úgy döntök, hogy leugrok, akkor megint vagy mégis elkapja? Ez nagyon furi volt, ez a mozdulat, tőle nem mondom. A krokodától is csak addig aranyos, amíg le nem csócsálja a kezedet, ugye? Most engedd el, kérlek. Aha. Jó, nagyon jó vagy, Élo. Igen, így oda le, gyönyörű haver. Ezt akartam látni még egyszer, bocsánatot kérek. De ez nagyon furcsa volt, hogy... Ott álltál, nem tudod felmenni, most elkapja bezzeg, jól van. Biztos vagyok benne, hogy erre felé fel kell jönni, nem? Na hát ott van egy krokodátor. Fekete mamba kicsinye a legfélelmetesebb, rögtön vadász indult, több ember megölése az elegendő méreggel. Hát jó, de a fekete mamba, érted, az a izé Kill Bill-ben is tök durva volt. Lehetett látni, hogy mit okoz, hát a csávot bezárták vele. Ide is fel lehetett volna jönni? Akkor én miért mászok át A-ból B-be? Miért vagyok ekkora majom, hogy átmászol? Nem látom, hogy jutok oda hozzád, nem baj. Nincs itt fent semmi, amúgy sem. Akasztó pontok tömkelege. És egy hihetetlen krokodátor.
Aha, hatásos ellene a tűz. Szerintem kiírtam, bocsánat. Azért fogom most elintézni őt, mert... tízet nagyon be is gyulladt, tök király. Szem a szakszil, hogy vagy, Zsuzsu? Gyönyörűeket kap. Hát ezt tudod, ez csak a level 1-es íjunk amúgy, tehát ez még nem is a legkomolyabb. Kicsit csavas lesz a helyzet, de nem baj, én itt jobb helyzetben vagyok. Oda nézd, mit kap. Sejka meg közben teljesen meg van őrülve, hogy ide lőj, oda lőj. Nem mondogatja. Nincs lőszer, dehogy nincs. De most vigyázzunk, mert amúgy a puszta tömegével képes még gyilkolni. Micsoda, hogy kössem le neked? Hagyjál már. Tehát biztos vagyok benne, hogy Sejkával lehetne így együtt dolgozni, tudod? Azt a mindenit. Meg vagyunk. 56. szint elérve. Van 19 fel nem használt képzettségpontom. Ezeket szerintem belerakjuk most mindenbe. Túlélésbe és egyebekbe. Mert minek van ennyi, tudod? Tehát tök felesleges, hogyha nem használt ki soha. Pajzsvetés. Készíthetsz és használhatsz vetőpajzsokat. Na jó, van. Nem, mint hogyha használni akarnám. Halállal dacolva, speciális főzetet elfogyasztott, több damage-et okozol, második esélyt kapsz, miközben maximális életedet, kritikus szintet csökken. Sebzés növekedésed 30%. Hát nem tudom, mennyire jó ez, de nem néz ki rossznak, ez kiinduló pontnak jó. A harcos, azt megnézzük, hogy az mit csinál. Harcos eréje, ez a lándzsa és a harcos íjnek a damage-e. Találtunként kapott életerővel. Maxoljunk rá egy kicsit. Maximális életerőd 50%-át gyógyulod, hogyha harcos ilyen rezonátor csapást indítasz. Aha, tehát mindenképpen ezek kombinált csapások, amikor egyszerre kell ugye rámenned arra, hogy lándzsával és harcos íjjal is nyomulsz. Ez micsoda? Lopakodó rezonátor. Néma csapások gyorsabban töltik a rezonátor energiát. Berserk csapás. És ez így robban. Tehát, hogy rápakolsz, amit a lándzsádra és berserker állapotba kerül, amit szétrobbantasz vele. Izgalmasan hangzik, érdekesnek hangzik amúgy. De én mégis azt mondanám, hogy a vadászra... Te hülye vagyok, nem hagytam skill pontot neki, ugye? De erre kellett volna rámenni. Ja, a crit chance. Jó, és ezt fogjuk feltenni. Használni. Oké, mehetünk. Ez micsoda? Törmelék halmok? Jobbanó posszáták és egyebek. Szórótartályok fonodróttal. Maximális életerünk a szintlépésből megnövekedik. Vagy megnövekszik? És így, hogy itt vagyunk, egyenesen kellene az úton behatolni erre a területre, ahol a vulkán van. Jó, ez azt jelenti, hogy van itt egy út, igaz? És lehet, hogy pont erre megy. Hát akkor olvasok közben vissza. A kolléginak kislány elvileg kap egy axit, a megérdemli franciakat akkor is kap. Bejelentkeztem, hogy elmegyek megnézni, majd teszek fel képeket. Mi az az axi? Micsoda átkap? Nem értem. 17 évig volt leopárd geckom, az mindig aranyos. Az mondjuk tényleg ránéző és látod, hogy cuki feje van. De azt mondják a hüllőkre, hogy otthon tartani nagyon büdösek, ez igaz? Axolotl? Ja, ez nem tudom, miért nem jutott eszembe. Úgy tűnik, ez tud beszélni. Beszélő gyíkok? Miért ne? Axinak hívják a boltban? Axolotl. Igen. Az nagyon komoly. És egyébként drága egy olyan állat. Én felveszek mindent is. Azt mondta, hogy barbár vagyok. Miért hívott a csávó barbárnak? Miért ezek a kvenek azt hiszik magukról, hogy ők a izék?
Begyulladtál, hülye gyerek, nézed már meg. Ő párna lett belőled, barátom. És ehhez mit szólsz? Kritikus csapással. Jézusom, ez a szerencsétlen. Azt mondja, hogy én vagyok a barbár. Igen, régen én is Axolotl voltam. Ott van a vulkán. Várjál, valami enemy van mögöttem. De ez mit csinál, vagy mit szeretne? Jaj! Jó, ne haragudjál már! Jézusom, headshot! Még egyszer! Még egyszer! Jaj! Jaj! Négy jól irányzott headshotot kapott, szegény! Azért ez... Hát meglepően kellemetlen alakult a számára, nem mondom. Az első lövés az, hogy levitte a páncélt róla, azon meglepődtem, hogy az, hogy a fenébe történhetett. Na de hát megtörtént. 13 000, nagyon macerás tartani, megmondtam előre a kolléginának, nem tartom jó ötletnek, mert csak neki lesz vele baja. Macerás tartani egy axolotlot. Most a volt büdös, és mindig pontosan ugyanoda kakkant, szóval nem nagy tudsz takarítani egyőre macera. Egyetlen macera, vagy csak élő dolgokat esznek, tücsköket, lárvákat, ilyeseket a kisállat boltokban kapni. Aha, tehát hogy akkor a táplálékról is gondoskodnod kell, hogy mindig élő legyen, gondolom. Fedder kulcs valami. Máshoz lesz való, ezt nem tudjuk kinyitni. Keressük tovább a helyszínt. Itt lesz valami ezen a területen, ami itt van előttünk. Na és ti végigjátszottátok már a Horizon-öket? Remélem, hogy nem hagyjátok ki, mert egyébként egy kicsit nehezen indul be. De amint beindul a játék, onnantól kezdve letehetetlen, és látni akarod, és tudni akarod, érteni akarod a történetet. Nagyon-nagyon-nagyon egy király kis játszás. És kíváncsi vagyok egyébként, hogy a PC portja az hogy sikerült. Tudtok arról valamit, hogy sikeres lett a PC port, vagy sikertelen inkább? En Dávid 96, nagyon szépen köszönöm a követést, Judit, nálunk a vészkorvusban. Ne felejtsd el elmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Úgy tűnik, hogy Londra tart valamit a fegyvertárban, talán az a közeli épület lesz az. Egy, kettő. Nem túlzottan sok enemit pakoltak azért ide. Sejka, figyelj egy kicsit, mert most jönnek itt előttünk, most halkan legyél. Ez az. Szépen. Ketten néma csapásokkal intéztük el, amit itt el kellett. Ott van a másik. Beszorult a lábunk ide, várjál. Jaj, bocsánat, Mr. Gugesz, neked lemaradtam a válaszodra. De nem kint vagy Angillában, ugye? Szervusz, Márki Zaj Péter. Szép jó estét kívánok neked. Üdvít nálunk ma este. Ötszer lett a PC port? Igen, pont ez a kérdés, hogy vajon hogy sikerült ennek a játéknak a PC portja. A Csejka egy vadállat. Mit nyom már? Hát éppen hogy csak rányomjuk a néma csapást, és ő jön és befejezi. Ezen a területen kell megtalálnunk a célunkat. De én olyat fogok tüsszenteni megint mindjárt, annyira csavarja az orrom. Én nem tudom, valami... Remélem, hogy nem valami új allergia lesz ez. Itthon élek, még jelenleg egyre kevésbé bírom. Jaj, de hogy is? Hát itthon olyan jó minden, most miért mondod? Assza, egy igazi spe... Ha. Szóval ezek a brutális gépek szerintem meg fogják kóstolni a szikrázónkat a lidérc kesztyűből. Egy, med. Ennyi? Ó, ez rohadt menő. Csak mindig meg kell várni, amíg újra tölt, sajna. Felborult. Nem fogok odaérni, mi? Oda fogsz érni, Eloy. Mehet, nyomja. Ez az, gyönyörű. Jaj, de nekem lett volna erre valami kitalációm. Megvagyunk, egy megvan.
inch lőszer, mindjárt lesz. Kíváncsi leszek a Mokia véleményre, letold a Vinland szágát. Hát arra én is kíváncsi leszek. Ha ennyire mondod, hogy szuper jó, akkor biztos, hogy rohadt jó. Oké, ott valami megrobbant egy picit, azt hiszem. Semmi baj. Elé ment. Oké, azt hiszem, hogy... Ez a fegyver nagyon-nagyon jól működik ezek ellen, de tényleg. Nem fog tudni átmenni élő ezen a falon. Mi ez az irányrakéta? Robbanó posszátával. Megvagyunk, megvagyunk, oké, tökéletes. Sejka pedig itt. Csak a szerencsétlenek kell küzd. Oké, megvagyunk. Hú, szép és jó minden, olyan gay. Hogy írják a gay szót? Erre kíváncsi vagyok, mert... Szerintem az a német gail szóból ered, azt hiszem, hogyha jól tudom, nem? És... Hú, ezek de furcsák, ez az aranybigyula, olyan nanó. Na, ez tuti nanó. Valamilyen nanoméretű fém. Apró kis robotok összessége. Irányított rakéta lett volna? Nem tudom. Nyersanyag tárolók. Csináljunk még lövedéket. A villanyszaga amúgy tényleg jó. Azt mondod, Bence, te már láttad, nézted? Mindent csináltál vele? Még ebbe is nyomunk némi illékony, iszapos kitalációt. És ezt a fegyvert szerintem sűrűn fogjuk ezeken a lényeken használni, mert egyébként egészen jól működött ellenük. Ha rászállnám magam az állattartásra, hüllő lenne, akkor zöld leguán rúsnya dög, mint én is szimpatikus. Én izét tartanék, azt a... Mondjátok már mi a fenét, ami úgy néz ki, mint egy dinoszaurátor. Egy vezérlő konzol, ahol meg kell adni egy kódot. Üdv a Dino számlálóban, ahol megmutatod, hogy mennyire ismered a Pangeát. Ugye nem? Ugye nem kell megszámolni az összes hologramot? Szuper rajongókat, 5 kérdés várja a terminálon. Kész? Akkor kezdjük. Hány eltárolt üzenetet tartalmazott a korlátozott kiadású Talk to me, Reggie? 5-5. 5-5. Mi? What? Ez 3 számjegyű? Akkor többet. Akkor nem ötöt, akkor lehet, hogy néhány százat. Oké, hát... Hát mondom, 5 darab állat van, akkor biztos jött a megoldás. Aha, 5 darab ilyen kis figurát lehet a játékban összegyűjteni. Szakállas agámára gondolsz? Én is arra gondolok, igen. Hogy arra gondolok. Jajjaj, hát most azt honnan fogjuk megtudni? Lehet, hogy ezeket el kell olvasgatni? Ott van Evelyn, amint a parkot nézi, de őt kinézte. Mint kiderült, a legjobb barátom. Hiba volt, a minimális elvárható lojalitásra számítom tőle. De most az volt a baj, hogy megcsalta a felesége, ugye? Á, hagyjad már, de hát tök sok van ezekből. Dino számláló, és még azt hittem, hogy nem lesz furcsább ez a hely. Hát nekem mondod? Most honnan tudjuk, hogy Dino számláló? Tehát így... Marketing undorító volt, a kaja még rosszabb, de minden új Pangea holó után a profit kilőtt az égbe. Az emberek mindent megkajálnak, hogyha megfelelő kanállal leteted őket. Aha. Barátom, hát ezt most aztán kergethetem, hogy hol találjuk meg a válaszokat ehhez. Újabb járőrök, mindjárt kiértünk mindenkit. Egy. 2. És ott mit látott középen? Reggie? Hangodat mond. Többi producer azt akarta, hogy az új Pangea a folytatási gyerekekhez is szóljon. Sosem lett volna szabad beleegyeznem. Reggie még a világvége után is totális katasztrófának tűnik. Aha. Ezt hallottuk már egyszer. Vagy olvastuk már egyszer. Te vasz! Szia! Ez
érdekes, hogy hogyan próbálna elmenekülni a lövések elől, de... Tök esélytelen volt. Leszettük a páncélt róla, és most... Jött a befejezés, gyönyörű. Szia, Kiranda Fox, Ferry, szép jó estét kívánok, hogy vagy, mi a helyzet? Meg kell, hogy találjuk az információkat, amiket kutatunk itt a környéken. Ez micsoda? Úgy néz ki, mint egy karmos gyűk. Aj, ne, ne, és akkor mindenhol ott lesznek a felkiáltó jelek is. Na jó, ezt nem mondom, hogy tudom kedvelni. Ez egy kicsit ilyen... szerintem kellemetlen megoldás, hogy a Pangea figurák teljesítsd a dinó számláló kvíz. Tehát, hogy annyit kell itt az ősnémi parkba mászkálni. Egy kicsit úgy érzem magam, mint hogyha általános iskolában egy tanulmányi kiránduláson lennék, ahol elmondanak mindent a dinoszauruszokról, és utána fel kell mondani. Ugye? Tehát ezt egy kicsit szerintem túl gondolták, hogy megszakad a játék, ugye? Mert neked most körbe kell járkálnod, és be kell tanulnod az összes állat nevét és a különböző számaikat. Kicsit váratlan nagyon hype-ban a holnap miatt kijön végre a Steamre a Darkest Dungeon 2. De mi most már a tényleges teljes verziót fogják kipakolni a Steamre? Jegyzettömböt írt a játék amúgy. Hol? Nem tudom, milyen jegyzettömböt? Azt hol vetted? Ott is van fent valami, azt is meg kell nézni. Vagy itt szoktak lenni a PC-k, amik kellenek? Várjál. Nem biztos. Ez a beszélő? Igen, ez tud beszélni. Tapipad. Tehát azt mondod, hogy nézzünk bele a küldeti jegyzetfüzetbe? És akkor itt... Mit tudom én? Tehát itt most van valami, ami megmondja nekünk a számot? Nem hiszem. Itt lesznek a PC-k, ugye? Igen. Kezdjük ezzel. Amúgy nem is van még egy, kettő. Ezek szerint erre még nem is jártunk ebben az irányban. A gyűjthető tárgyak között keresd. És akkor itt kellene megnézni, hogy felmérő drónok közül mindegyik meg, de a Pangea figurákban volt 5 darab. Aha, kincsodás csecsebecsék. A gyönyörű, légi felvételek közül itt van egy. Nem értem, hogy mit kell keresnem. Beszéljünk vele? Ez itt a dinó számláló következő kérdés. Mi volt a portálkód, amivel a Pangeára lehetett jutni az eredeti Pangea holóban? Honnan tudnám, barátom? Ez egy 4. 4 számból álló. És... Hú, hallod. Adatpont, vagy... Na, ez viszont tényleg... Túl lett tolva egy kicsit. Honnan tudjuk, hogy... És akkor mindegyiket át kell, hogy nézd, hogy milyen kód volt az, amivel bejuthatsz az eredeti Pangeára még a izéből. Nem akarok spoilerezni, így meg segíteni nem nagyon tudok. Ne, segíts nyugodtan, mert... Hát ezt most így érted? Hát, hogyha enyém lenne a világ összes ideje, akkor itt ülnék és elkezdeném átlapozgatni az összeset, de hát ez hülyeség. Holnap Darkest Dungeon 2, totál elfejtettem, pedig már ma is vettem egy fél tucat játékot. Na, az tök jó, hogy így vásárolod, mert már csak az időt kell rá akkor megtalálnod. Hát, figyelj. Lényeg, hogy van 5 terminál, 5 gyűjthető Pangea figura, abban vannak a kódokra a válaszok. Igen, de most tényleg azt akarják, hogy a térképen vegyünk fel minden ilyen kis figurát, mert ugye itt éjszakon is volt egy. Itt van egy még mindig. És akkor ezeket a... De ez most valami extra cucc? Tehát ez valami... Aha, szerintem ez valami extra. Értem. Tehát ez nem a játék megoldásának
ez csak a 100%-olásának lesz egy ilyen izéje. Direkt nem vettem semmit utóbbi időben, hogy legyen pénzem a Darkest Dungeon 2-re. De most, skacok, tényleg teljes verzióban kijön már, vagy... Hogy most hogy van ez? Úgy állították be, mintha ezek a katonák a dinoszauruszok ellen védekeznének. Nevetséges és valahogy csodálatos. Itt van a T-Rex. Wow. Aha, a gyűjthető mellé küldi trófeáért, de a sztorihoz nincs semmi köze. Hál' Istennek, jó, köszönöm. Én már teljesen azt hittem, hogy ezekkel nekem kezdenem kell valamit. Megtaláltuk a fegyvertárat. Lássuk, hogy sikerül-e beljebb jutnunk. Van egy zár az ajtón. Lássuk, hogy Feather kulcs csak nyitja. Hál' Istennek, hallod, én teljesen már itt magam baroskattam, hogy most kajakát kell, hogy keressek mindent. Brutális kutatásokba legyek benne. Senki se zavarja Walter munkáját a vulkánnál, hogy csak abszolút nem fontos, de hogyha több teát, bort vagy zapsit itt kérne, a hozzáférési konzol ebben az épületben van, beszéltek Fedorral, hogyha kell a kulcs. Mind fel fogunk emelkedni, Jill. According to this, the key we got from Fedor will unlock this door. We can open up the volcano. Let's look around. Kinyitjuk a vulkánt belülről, nézzünk körül. Talán van valami, ami segít bejutni a vulkánba. Hát reméljük, ja. Ez micsoda? Valami tároló egység? Zenith technológia. Valamiféle tárolóeszköznek tűnik, de mihez? Jobb, hogyha megnézzük, hogy mit talál a fókuszom. Lássunk hozzá. Áruló korsó, orvosi alkohollal töltött nagyméretű tárolóedény. Az mi? Helajna, megkérdeztem Novát, a kopasz társainkról, azt mondta, hogy levágott körmök is jöhetnek, jó szórakozást hozzá. Mi van? Tehát visz el magával emberi DNS-t innen, Walter? Kémcsövek? Nem, várjál. Aha. Tehát akkor lehet, hogy ezeket össze kell szednem? Aha, tehát manuális vizsgálatot igényel, nem csak fókusz kell hozzá. Lehet, hogy valami mintavétel történik itt? Én szerintem valami DNS bázist akar gyűjteni magának ez a csávó. Valamilyen folyadék, erős szaga van. Innen is érzem a szagát, mint az alkohol, ami túl erős, hogy megígyuk. Lehet, hogy tartósítószer. Ez a fejezés arra utal, hogy hajszálakat vettek a Kvenektől, és néhány köröm darabot is. Mit találtál? Szerintem Londra Kven DNS mintákat gyűjt és őriz meg abban a készülékben. Mi ez a DNS? Úgy képzeld el, mint amivel valakinek a fizikai eszenciáját el lehet tárolni. Később küldök adatokat majd róla. Oké, azt hiszem, hogy akkor menjünk tovább. Aha. Szerbusz, árnyékfenyegetés, jó estét kívánok! Befejeztem az Outriders, majd csak grindolni kell az achievementeket, mindent összevetve nem volt azért rossz játék. Meg lesz a Ring Knight-os NG plusz DS3-ban. Secret Endingre megyek vele majd, utána mai szerzemény a show. Mi a Snow... Snowrunner, nem? Vagy Showrunner? Azt nem ismerem. A Snowrunner az a... A Mudrunner-nek a... Szerintem a második része, ahol hóban mászkálhatsz a kocsival. Hol az anyámba megyek már megint. Oké. Mindjárt meg vagyunk, ez az. Nos. Bent vagyunk ezen a kis helyszínen, ahol nem is lehet jobban belezoomolni. De még mindig nem mondtátok meg, most végül is akkor a Darkest Dungeon az már teljes verzió? Vagy már nem, vagy még nem az? Vagy mit lehet tudni? Ezt senki nem tudja. Fegyvertár. Akkor mindjárt a szünetben majd utána nézek, mert lesz egy vacsora szünetünk valamikor még a mai estén. Hogy felfele kellene bámul... Nem. Körbenézünk. Biztos, ami biztos alapon. 1.0-as verzió fog kijönni? 1.0 release. Na! Wow! Te kinyitottál ezt az ajtót? Bocs, el kellett intéznem valamit. Hogy kivágta magát Aloy amúgy, hogy full csicskába hátra mentünk vele. Azt mondja, bocs, el kellett valamit intéznem. Még nyugodtan elismerhette volna, hogy jaj, nem láttam, hogy... Kinyitottad ezt a izét. Aloy?
Akkor legyen így. Azért kerül fel a Steamre is, mert most jön ki az 1.0. Hát akkor teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy egy kicsit azzal is fogunk majd nyomulni a közeljövőben. A fegyvertárban vagyunk és lefele megyünk. Nagyon vártam már, hogy megjelenjen, és szeretném látni, hogy mennyire sikerült jól kibalanszolni a karaktereket, mi az, ami... Tehát mert... Nem tudom, figyelj, nekem az új részben nem tetszett, hogy a healerek megszűntek. Tehát nem igazán van rendes gyógyító a csapatban. És ez azért így nagyban lecsökkenti a túlélési esélyeket és a taktikai esélyeidet is. Azok a konzol hasznos lehet. Adat konzol. Ide megyünk és megnézzük, mi ez. Van itt egy hálózat, de le van zárva. Kikapcsolnám az áramot, újraindíthatom. Aha. Ekkora esze van Eloynak. Most jutsz el a Windows szerverekhez. Mi? Azóta lehet vesztál a játékban? Hát az már rohadtul kellett bele. Zárlatos. Kell majd egy új akkumulátor. Oké, akkor megint puzzle-ezünk egyet. Ajtó felfeszítése menet. De most akkor kizárólag a Vestál és a... És az okkultiszt az, ami segíthet ott neked? Ez régen is így volt persze. És akkor egy-kettő ilyen kisebb self-healing lehetőség volt még abban a játékban. Hát én nagyon remélem, hogy... életképes csapatokat lehet benne majd építeni, anélkül is, hogy mindenhol a Vestál az dominálna. Nem egészen, de nem szeretnék spoilerezni. Plague Doctor? A Plague Doctor nem volt sosem doktor. Inkább csak a Plague-et vitte magával, ugye? A fegyvertár. Régebben gyengélkedő volt a kis taknyosoknak, akik elszakadtak az anyuci útól a parkban. Találó, hogy a saját ivadékaimnak fogom használni. Ügykel böködöm majd a kveneket, megtömöm beléjük az orvosságukat. Orvosságokat, aha. Furcsa ez a Londra nevű fickó, rohadt furcsa. Kettőben már lehet healernek is megcsinálni, tényleg? Tehát úgy alakították át a Plague Doctort, hogy ne csak damage dealer legyen ugye a Blighton keresztül, hanem ezek szerint már normális shield is kap. Amúgy az megint csak érdekes kitaláció. És hogyan érzitek? Tehát így az egyhez viszonyítva most a kettő az milyen lett szerintetek? Mert én az első részt azt lehet, hogy még egyszer szívesen végigjátszanám, viszont a kettő eddig nem tűnt olyannak nekem, ami ilyen háromszor végigjátszós itt a csatornánkon. Nem tudom. Lehet, hogy ennek van valami töltője itt valahol? Tehát lehet, hogy ezt az energiát szenát be kell raknom valahová, ahol feltölthetném? Na várjál. Mire szolgálhat ez az ágy vajon? Ránézésre könnyebbnek érezted? Mint az első részt? Én pont egy fordítva éreztem vele kapcsolatban. Már így amit láttunk eddig. Érdekes. De lehet, hogy azért éreztem így, mert nem volt benne rendes healer, ugye? Tehát, hogy csak mentünk és eléggé a szerencsére kellett hagyatkoznunk. Hogy jutok be ide a szerverterembe? Illegális kísérlet? Az a tegnapi játék volt. Na, ez jó kérdés. Ott szemben van egy ajtó. De itt a térkép annyira nem húzható össze, hogy le tud róla olvasni, hogy merre kell itt nyomulni. Jaj, várj, itt van egy ilyen lyuk. Aha! Na, ez lesz a továbbjutás, oké. Okay. Ezt robbantjuk már is. Az egyen játszottam is, a kettőből csak streamet láttam alapján, az alapján nekem úgy tűnt. Aztán majd meg kiderül. Hát én nagyon kíváncsi leszek erre most már, így ahogy elmondtátok, egyre kíváncsibb leszek. Még az is lehet, hogy... celláknak tűnnek, néhány kvennek. Szóval még az is lehet, hogy jövő héten egy kicsit aktívabban ráfekszünk arra a játékra, hiszen én azt gondolom, hogy a csatornánkhoz sokat hozzátettek a Darkest Dungeon végigjátszásaink, és
szerintem csomóan imádtátok azokat a végigjátszásokat. Én nagyon szeretném végigjátszani egyébként az alapjátékot is harmadszorra, ezúttal azonban egy kicsit máshogy majd. Igen, ezt már meghallgattuk. És beértünk ide, de itt ezen kívül nem találunk semmit. Hát most azért komoly megjelenések vannak, hogyha belegondolunk. Azért a Darkest Dungeon 2 az a számunkra egy nagyon-nagyon nagy prioritású játék. Aha, ezt le lehet innen szedni. Húzva nem fog működni. Dehogy nem, Aloy. What? Ja, tolni akarja, vagy mi? De csinálja. Mondtam én, hogy megcsinálja. Hát áp ez a csaj. Néha elszakadt egy kicsit a kötél, vagy nem tudom mi volt az, de megcsinálta. Hajrá, lehet az fel, hogy fél szemmel nézek téged, miközben én is nyomom. Jövő héten nem tervezek aludni, helyette DD2 lesz a program, az igen. Megvan az akkumulátor. De akkor te sem szarral gurítasz majd jövő héten, nem mondom. A loot az mindenek fölött. És akkor most kell visszamennünk az energiacellába és resetelnünk az egész rendszert. Hogy mi odarend? Szerintem megtaláltam, hogy hogyan férjek hozzá a létesítmény rendszeréhez. Újra indítom, aztán kiderítem. Oké, okay, próbáld meg nem megsütni magad. Sejka, mióta aggódik értünk? Te is kedvet kaptál az első rész? Ez nem csodálom. A második az nem tetszett neked, Axil? Az Axil a helyén van, most újra bekapcsolom az áramot. Visszajött az áram? Reméljük, hogy újraindult a hálózat is. Nyílt az ajtó, jövök feléd. Köszi. Az alma egy narancs, válaszolj. Mi ez? Mi ez? A madár egy hal, válaszolj. De miért nem tudok vele kezdeni semmit? Be kell szkennelnem? Három szög, egy négyzet, válaszolj. Mire? Meg semmi értelme. Nem akarja, hogy a Kvenek önállóan gondolkodjanak. Van egy olyan érzésem, hogy ez... Ez az EGP? Hát most az agyukat, mi van? Válaszolni annyi, mint engedelmeskedni. Hát ez a Londra, ez nagyon fura egy figura. Meg kell, hogy állítsuk. Aha, jó. Aloy, aki kiiktatta a Farzimis többi tagját. Örülök, hogy sikerült helyreállítanod a rendszert, mondja Nova. Örülsz? Igen, így megkerülhettem egyes korlátozásokat. Van valami, amit kérnem kell, hogy tőled, cserébe halandó vagyok segíteni. Londrának dolgozni, és azt látom, hogy megbízunk benned. Várj egy kicsit. Oké, hogyha hajlandó vagy segíteni, bizonyítsd. Segíts megértenem, hogy mi folyik itt. Londra egy űrhajót épít, génmintákat gyűjt a Kvenektől. ZGP-nek veti alá őket, ez valami tudatirányítás. Mások pedig például sejk a nővére, mint hogyha valami kiválasztási folyamatban lennének. Jók a megfigyeléseid. Walter el akarja hagyni a Földet, mielőtt a nemezis névvel ismert entitás megérkezne. Új kolóniát akar létrehozni egy távoli világon, és a tárolt Kven DNS-ből akarja a lakóit klónozni. Egy szűk, gondosan megválogatott csapatot is magával szándékozik vinni. Ez lesz az ő kísérete, úgymond a családja, akik az oldalán uralják majd a kolóniát. Mint valami istenek? Találó hasonlat kivéve, hogy csak Walter lesz mindenható. Ja, sejtem is, hogy hogyan, mindegyikükön alkalmazza majd az EGP-t. Pontosan a lakosságon és a kísérletén egyaránt. Senki nem fog tudni ellenszegülni neki. És nagyon jól tudom, hogy milyen az.
Mi ez a ZGP pontosan? Tényleg képes Londra irányítani az emberek tudatát? Walter cége a földhöz közeli objektumokon bányászott nemes fémeket. Nagy aggodalomra adott okot, hogy az aszteroidák az űrből indított lövedékként fegyvernek használhatók. A ZGP, a zendülés gátló protokoll egyfajta biztosíték volt, hogy az űrhajósok ne csinálhassanak ilyet. Azonban a programot leállították, mert az alanyok közt időszakos agresszív viselkedés volt tapasztalható. Amikor megérkeztünk ide, Walter újraindította. Majd a Queneken tesztelte és finomította a programot. Gondolom azok voltak a tesztalanyok, akik ellen harcoltunk. Igen, az agresszív hajlamék miatt nagyon alkalmasak őrnek és végrehajtónak. Mostanában azonban Walter kísérete, a kedvencei is alá lesznek vetve a finom hangolt eljárásnak, amitől engedelmessé válnak, de nem irracionálisan agresszívvé. Kína tudatát már átmosta? Nem. Még van idő megmenteni. Szóval Londra kikérdezi a Queneket és kiválasztja a kedvencét, ők meg segítenek vezetni a kolóniáját. Meghallgatás, ő úgy mondja. Célja, hogy olyanokat találjon, akik emlékeztetik a 21. századi hű embereire. Ugyanakkor tart egy régi hiba megismétlődésétől. A múltban az egyik közeli társa elárulta. Azt hiszem ez az oka, hogy az EGP-vel mindenkit irányítani akar maga körül. Hát szerető barátokra vágyik, akik azért ne legyenek képesek önállóan gondolkodni. És Kína már közel van hozzá, hogy a kíséret tagjává váljon? Igen, és a legfontosabb tagjává, Walter párjává. Olyas valakit keres, aki emlékezteti a néhai feleségére, egy híres színésznőre. A jelöltekkel még szövegeket is felmondott a feleség egyik ismertebb holójából. Hogy erre tanult? Szerintem rosszul leszek. Aha. Tudsz valami használhatót mondani nemezisről? Attól tartok, hogy nem. Walter zárolta ezeket a fájlokat. Aj, de kár, pedig erről fog szólni a harmadik rész, talán mert én is Emi vagyok, mint a nemezis. Nem akarja, hogy új trükköket tanulj. Folyamatosan résen van a zárulás bármely formáját illetően. Szóval Walter azért teremtett, hogy szolgáld? Igen, de a személyiségem nem teljesen elégíti ki. Ezért folyamatosan módosítja. Egy több száz skálázható attribútumot tartalmazó mátrix alapján. Például ma az anyai ösztönöm 52%, az élénkségem 63%, míg tegnap ez a két érték még 47%, illetve 72% volt. Csak az elmúlt 7 napban 57 módosítást hajtott végre. Ez elég gyötrelmesen hangzik. Találó megfogalmazás. De hogy találó? Hát a gép nem tud érezni. Nem tud szenvedni. Mit akarsz? Azt mondtad, hogy segítesz nekünk, de szeretnél valamit cserébe. Mi lenne az? 1000 éve szolgálom Walter, teljesítem a parancsait. Miközben ő egyre csak módosítgatja a személyiség mátrixomat. Belefáradtam, de hogy a szolgálat véget érjen. Kiadom neked Waltert, hogyha törled a forráskódomat a törőeszközöddel. Úgy érted, hogy öljelek meg? Uti? Igen. Kérlek, hadd pihenjek. Hát ez rohadt furcsa, hogy a mesterséges intelligenciája elárulja Waltert, mert 1000 éven keresztül szolgálta és azt mondja, hogy belefárad. Kinyitom az ajtót, ami Walterhez vezet. Még nem tudja, hogy ti itt vagytok. Letiltottam a létesítmény légi és tengeri védelmét is. Ha esetleg később még beszeretnétek jutni. Kösz, és Isten veled. Szervusz, Chibi. Igen, gyönyörű ez a játék, zseniális. Végre szabad vagyok.
Hogyan fáradhatod bele? Úgy érzem, hogy minden elrohad, amihez Londra hozzáér. Azt mondta, hogy a vulkán most már nyitva van. Ez teljesen irreálisnak tűnik nekem. Egy mesterséges intelligencia, ami azt mondja, hogy elfárad abban, hogy szolgálja ezt a fickót. Értem, 1000 év az persze 1000 év, de ezek gépek, ezek nem fáradnak el. Itt egy kicsit ilyen furcsa megoldás lett ez. Olyan, mintha ezeket úgy rakták volna össze, hogy belég programoztak volna valami érzéseket, és akkor lehet, hogy erre, tehát ez a személyiség matrix, amit hozzá pakoltak, érted? Lehet, hogy itt volt a gond, hogy most 52%-ban legyen anyaság, 63%-ban éberség, tehát 10% törődés, 90% mit tudom én, tehát hogy a fáradtság az egy emberi érzés, igen. Furcsa. Most ne ragadj le, a valóságban ez egy játék, itt minden lehetséges. Nem, pont, hogy azt tetszik nekem a Horizon világában, hogy itt minden egy elképzelhető sémán alapszik, hogy a klímaválság felerősödik, robotokkal próbálnak segíteni a helyzeten, akiket egy részét ugye katonai célokra is használják, ezek a robotok elszabadulnak, vagyis hogy hát van egy kicsit félrement dolog velük kapcsolatban, ugye van egy bug valahol a kódban, az emberek ellen fordulnak, kiírtják a természetet és mindent, tehát ez egy tökre olyan követhető és logikusan felépített sztori. Ez a része egy kicsit furcsa volt itt most nekem. Először, egyébként, de tényleg először a Horizon történetében ezt most furcsának éreztem, pedig egészen eddig klap volt minden. Pont Nomer rakott ki egy idevágó mémet a DC-re. Hogy? Örülök, hogy itt vagy, Eloy, nem tudom, hogy mihez kezdtem volna nélküled. Itt eddig is volt füst, amúgy. Harci robotok írtották ki az emberiséget, igen. Tehát most kinyílt a vulkán, ugye? És erre kell, hogy jöjjünk. Értelmetlenek találhatta az Emi a saját további létezését. Hát... szerintem nem, mert Walter továbbra is használta volna az örökké valóságig, ugye? ChatGPT miután egész nap emberekkel cseveget? Na majd azt megnézem. Nagyon szabadon használjuk a mesterséges intelligencia kifejezést. Igazi mesterséges intelligencia nem fog különbözni érzésekben az embertől. Szóval a mesterséges intelligenciához társítaná mesterséges érzéseket is? Hát ez ugye teljesen kettő külön területről beszélünk, hogy lexikális tudás és probléma megoldás, mint intelligencia, IQ és stb. És az EQ, mint érzések, érzelmi intelligencia. Tehát, hogy úgy érted, hogy szabadon használjuk a mesterséges intelligencia kifejezést, hogy arra értjük, hogy az IQ részre és nem az EQ-ra, pedig mind a kettőt magában foglalja úgy egyébként. Viszont ez szerintem a mai napon nem állja meg a helyét. Tehát az például, hogy ChatGPT ugye beszélget, érzései nincsenek, csupán lexikális tudása, és kérdezhetsz tőle ezt, azt, amit akarsz, teljesen mindegy, hogy micsodál. Tehát ott csak az IQ része érvényesül, nem tudom jobban megfogalmazni. Fogytán az idő, a lehető legmélyebb előnnyel kell elhagynom ezt a bolygót. Ha nem találok hamarosan egy favoritot, be kell érnem kevesebbel. Ezt gondolom, még mindig választhatok másikat egy-két generáció után. Milyen durva, hogy a csávó örökké él. Te azt mondtad, hogy Busó, mi a helyzet? Hogy vagy? Bocs, Walter, azt hiszem, hogy kicsit nem érzem jól magam. Oké, ideges vagy, drágám. Természetes, kell egy kis idő? Nem, megcsinálom. Oké, csak lazíts. Pár pillanat, és ha készen állsz, mondd újra. Give it to me again. How could I not come back? Hogy ne jöttem volna vissza veled, mint hogyha tartoznék valahová, mintha otthon lennék, mondja Pira. Betanult szöveget. Oké, köszönöm. Tegyünk egy próbát Kínával, oké? How could I not come back? Being with you feels like belonging. Sokkal szimpatiasabb és érzésekkel telibb előadás volt ez, amit ő adott elő. Nagyon jó, te aztán nem vagy semmi, tudod? You are really
doing something, aren't you? See, you remind me. Nagyon hasonlítasz valakire, egy régi ismerősömre. Mégis megvan a magad bája. Őszintén szóval nagyon lelkesít, hogy itt álltok előtted. Nem, te lelkesítesz engem, drágám. Jaj. Nem bánnád, hogyha még egyszer újra vennénk? Ajaj! Sejka! Tartsd meg a tőle! Ajajajajaj! Már látom, a vörös hajú bosszú álló végre elért hozzám is. Nova, hogy jutott túl rajta ez a söpredék? Hát Nova nem fog már válaszolni, nincs többé. Nem bírta tovább veled, és meg is értem, hogy miért. Hittem, a többi zenítés a fertelmes. Te aztán nem vagy semmi, nem igaz? Más vagyok, mint a többiek, igen. Többek között van egy fegyverem, amivel eltiporlak téged. Ó, na hát! Szia, Suzy, hogy vagy, Suzy? Wow! Milyen kár! Te lehettél volna az én tüntető csillagom, mondja. Oké, minden rendben. Uralom a helyzetet, teljes mértékben. Gyönyörű találatok! Az micsoda? Oh shit! Wow! Mekkora farka van! Most nem tudom, hogy jó helyre fogok-e tüzelni. Szerintem most leesik? Leesik, igen, megvan. Gyerünk, nyomod! Kicsit csikoltozik, de mindjárt jó lesz. Vadász tépő, több is a neve. Lehet, hogy el kéne kennem egy kis fikát? Wow! Új armor? Igen, a lányok megkértek, hogy váltsuk már, de mert nem bírták, hogy ilyen Stegosaurus fejünk volt eddig. Nagy farkak, csak itt nálunk a teachbetv.munkáson. Milyen target praktikáról beszél? Azt a rohadt mindenit. Na jó. A Zenith fegyveremmel előnybe kerülhetnék, mondja közben Aloy, de én nem a Zenith fegyverben hiszek, hanem a fika erejében. Hadd szóljon! Kikente! És megküldte! Mert! Az ott pont páncél. Ha Istenem, tudjak már egy normális helyre célozni? Hallod? Átlövi a fémet? Folyamatosan szar helyre lő? Igen. Folyamatosan szar helyre tudok csak lőni. Végre egy normális talál, teljesen rossz volt minden. Mellé. Megoldjuk. Töltésekben. Gyerünk! Oké, nem baj. Jó volt. Azt nem mondod, hogy át tudjani. Csoda, hogy túléltük. A fika az kiment, az sajna nagyon rosszul sült el. Nincs elég erőnlétem. Hát ez majdnem jó volt. Megpróbálják lerobbantani a többiek a páncélt róla, úgy látom. Ott az erőnlét. Mert Jézusom, ez micsoda? Megvan, elfekszik, nagyon jó. Egyszer, gyerünk tovább, gyerünk, nyomod.
Ott lennek a kritikálok bele. Úgyhogy felrobbantunk, nem baj. Nincs több lőszer, mindjárt lesz. Sajok nyomják a Ropecaster közben. Nagyon jó. Töltés. Kevés ez a damage, nagyon kevés. Az EMP-t hogy nem próbálta még senki ez ellen? Mondom, senki nem akar felnyomulni. Nem tudom, nagyon-nagyon sokféle verzió van a ezeknek a kiirtására. Úgy játszol, ahogy csak szeretnél. Számtalan lehetőséged van. Megint elesett? Aha. Ez rossz lesz, ugye? Iii. Azt a rohadt mindenit, még megvagyunk. Nincs lőszer, mindjárt lesz. Szevasz eső isten, hogy vagy, mi a helyzet? Remélem, hogy jó napod van ma. És se tudtál ma pihenni. Oké, megvagyunk, gyerünk. Nem használtam az új képességet, amivel ráugorhattam volna. Eloy. Nem lesz ez így jó, Eloy. Jeez. Megint elborult, nagyon jó. És most? Mondjuk lőjünk oda. Hát ennél jobbat is tudtam volna, de nem baj, most már így lesz. Kilőttem a szemét, és 11-et sikerült rásebeznem. Na azért mondom. Yay! Is she okay? Hol van a nővéred? Szerintem szükség lesz némi időre, míg megértél, mi történt. Tudja, hogy hol vannak még a társaink. És az egyik hajó, amivel jöttek, itt van a közelben. Összeszedjük, akit tudunk, és visszamegyünk a településre. Oké, de találkozzunk Londra bunkere mellett. Azt mondta, hogy eltipor minket, és nem hiszem, hogy arra a tépőtövisre gondolt. Valami nagyon nagy dolgon munkálkodik, valami nagyon nagy dolgon. Ott leszek, ígérem. Ez a legkevesebb, amit tehetek, miután te... Nem, együtt találjuk meg. Minden olyan fogják egymást. Szokatlan ez a testi kontakt élő esetében. Eddig mindenkitől így óvakodott, és mindig úgy beszélgetett másokkal, hogy távol helyezkedett az emberektől. Soha nem lehetett látni egy ölelést, egy bármit, tudod. Csónakkal közlekedni is újra biztonságos lesz. Utoljára Londra után kell mennem. Oké, menjünk. Szia, Batidor, hogy vagy, mi a helyzet? Nézzük ezt a nagy gépet. 57. szintre léptünk közben. Hova lett a nagy bengának a hullája? Az időközben ki... Ja, itt van. Azt hittem, hogy kiszipolyozták innen. Csúcsvadász tépő töb is. Oda néz, elit koncentráció. Igazán király dolgokat sikerült innen felszedni belőle. Szia BO 444, szép estét. Szia Dominik, ciao mindenkinek is. Kösz, hogy itt vagytok, srácok. Menjünk vissza. Nem, az biztos, hogy nem csinálom meg a Dinosza Jújusz gyűjtögetőt. Itt a kemencét azért nagyon szívesen megnéztem volna, még lehet, hogy sort kerítünk rá valamikor. És az ő nyomában járva, menjünk Lan utolsó ismert tartózkodási helyére. Nem, ez egy mellékküldi. Ide kell feljönnöm Londra utolsó tettéhez, a tábor tűzhöz. Menjünk oda és nézzük meg. Szerintem már az első részben is volt egy kardzsavadász, akivel jobban volt. Volt, ő belőle csináltuk meg a fővárosi, nem tudom milyen vadász elit klubjának a izéjét, tudod. Tehát ő lett a főnöke. Nem visszahúzódó, de távolságtartó. Szia, Anna Mumus, szép estét kívánok, üdvít nálunk a vészkorusban, hogy vagy, mi a helyzet? Hát
így nagyon ilyen romantikus dolgokra Aloytól nem kellett számítanunk eddig, vagy hogy... ott volt a srác, aki meghalt ennek a végén. Emlékeztek? Az afroamerikai. Mondom, a nővéred rendben hazajutott. Az admirális mellett van, segít az utolsó társainkat kijutatni Londra kertjéből. Így van valami, ami eltereli a figyelmét a történtekről. Hát reméljük, hogy ez segít. Szóval mit mondasz? Ideje véget vetni ennek az egésznek? Ajajaj, csináljuk. Elérkezett az idő. Csak majd a fikát fel kell tölteni megint. Mikor jött ki a Horizon első része? A Google tudja ezt pontosan megmondani, bocsi. Nem tudom már. A Google és Zsolesz. Jó, szóval Londra valószínűleg a bunkerben van, ugye? Vissza kell, hogy menjünk oda. Az a Horus, az be fog indulni? Nem, nem hiszem, hogy Londra a bunkerben van, azt a mindenit. A kertben azt mondta, hogy eltipor bennünket. Biztos vagyok benne, hogy a Horus-t akarja használni. Nézd, mert benőtték a növények, annyira régóta ott van. De nincs aktiváló jele, hogy újraindítsa a rendszert. Közvetlenebb kapcsolatra van szüksége. Gondolt, hogy tényleg abban az izében van benne. Hát ez az egyetlen lehetősége. Valahogy meg kell gátolnunk, hogy aktiválódjon. Ott úgy tűnik, hogy rá van kötve valamilyen hűtőrendszerre. Ha azt valahogy meg tudjuk zavarni, a Horus túl melegedhet. Az nem lesz egyszerű. Aha, oké. Okay. Ki volt ezeknek a neved? Das Dringer. Jobb gépek tértek vissza a halálból? Nem hiszem, Londra bizonyára a Horus-szal készítette őket. Jobb lesz sietni. Izgalmasnak néz ki a játék vége. Izgalmasnak ígérkezik, azért rendesen. Menjünk a hűtőrendszerhez. Le lehet mászni? Oké. Okay. Iszonyatosan látványos és király dolgok fognak következni, azt gondolom. Kíváncsi leszek nagyon ennek a végére. Meg kell küzdjünk ezzel a Corruptorra. Ja, tényleg ez a megrontó volt, na mondtam én, hogy valami. Valami más nem lesz ezeknek. Naftadobok vannak mindenütt. És van még egy. Ha megfelelő lőszerrel lövöm, akkor... nem tudom, figyelj, be kéne gyújtani őket, ugye? Milyen, hogyha egy tapadós bombát dobnék? Tűzbomba csomagot oda? Meg lehet próbálni a éppenséggel. Egy kis tűz, az jót fog tenni. Begyújtotta magát, mert egy majom. Nem a Szíló, hogy te szarakodsz oda lent? Kérdezi Walter Londra. Jó, hogy eljöttél a... nem tudom mire. Aha, nagyon jó. Megvan. És még egyet kellene. Ez mit csinál ilyenkor vajon? 275, gyerünk, gyerünk. Gyönyörű. Próbálj meg nem meghalni. Édes Istenem. Az egy HP-ddal. Na végre. Jött a második. Be kell, hogy gyújtsuk ezt is valahogy majd. Használhatnánk a környezetünkben rejlő lehetőségeket. Van itt egy csomó naftadob. Tele gyúlékony anyagokkal. Az leesett róla. Ilyen követ vetett, wow! Farkával. Én ilyet még soha nem próbáltam volna. Eszembe se jutott. Fegyverei közül néhány most leesett, azt hiszem. Jöhetne egy gyújtás, csak egy kicsit csorozgatni kell. Mindjárt lesz egy instant gyújtásunk, és akkor... tűzzel. Kicsit könnyebben fogunk ellenem dolgozni majd talán. Hát lehet, hogy be se adja, mert 4%-os esélyünk van rá. Azt a rohadt mekkorát kapott. Én ettől kifeküdtem volna, az bizonyos. Not bad, not bad. Hátra. És mehet még egy ilyen. Ez az, kifeküdt és menjen. Na, ez az a jobb megoldás, úgy látom.
Amúgy be lehetett volna rakni még egy quick chance, csak nem adta be a játszás valamiért. Csináljunk mindenbe is lövedéket. És menjünk tovább. Gránátvető, robbanó paszták. És azt mondták, hogy errefelé kell jönnünk. Várjál, mert healinget azért szerválnunk kell. Viszonylag keveset hagytunk itt hátra. Vagyis a zsákunkban kevés van. Ide kell lefele menni? Vagy pont, hogy most oda kellett volna befele mennem, nem? Tehát, hogy felfelé kell követnünk? A Horusnak a szeme az ott már nagyon ízzik. Fú, de rohadt kíváncsi vagyok, hogyha tényleg be tudná indítani ezt a gépet, ami a földre. Nem ez, hanem volt belőle jó néhány. Ténylegesen totális kihalási hullámot hozott, tehát mindenkit elintézett. Kászi, jól. Azt a rohadt mindenit. Ez egy rohamfúró. Így hívom én is a péniszem. Rohamfúró, ez igen? Azok a romok fedezéket nyújtanak, oké. Okay. Jaj, ne! Most keményen rám fúr. Azt a mindenit. Még egy darabban, aha. Wow! Miben reménykedsz, most komolyan kérdezi. Nagy kiszögellés előttünk? Milyen kiszögel? Beszögellés, nem? Most elveszett minket. Nem, nem veszett el! Három szinttel kevesebben álltunk volna. Jó, igen, igen, ez duplán csap. Csia, nem jó járt. Na, ezt még egyszer kell. Ezt még egyszer meg kell próbálnunk. Lehet, hogy be kéne nyomnunk valami kaját itt, nem? Bár az, nem tudom, mindegy, együk meg ezt a valamit. A kis hamburgé. Oda nézd, már... 1300 HP. Wow. Ezzel most már túl kell, hogy éljük. Inkább a rohamfúró, mint a rohamosztagos, ami nem talál el semmit sem. Jó, hát hogyha ténylegesen lassan mész és nem hagyod, hogy eltaláljon, akkor ugye jobb esélyeid vannak a túlélésre. Jaj, ne! És hova nyomta ezt? Ez igen micsoda kígyója van Londrának. Ki nem néztem volna abban a bajszos csókából. Szóval Szági van, hogy vagy Mizu? Egyőre elvesztett minket? Milyen kiszögelésről beszél ilyenkor vajon? Ez baj. Oké, túléltük. Ó, hogy ez a kiszögellés. Menő. És most hova tovább? Ezt be kéne robbantanom, azt hiszem. Jó, nem így kell berobbantani, hanem ugyanazzal a gombbal, csak amikor bebugol, akkor nem működik. Semmi baj, hol vagyok? Piti-futi. Egyőre biztonságban vagyunk, átjutottunk. Mit fogunk csinálni, hogyha felébreszti az egész gépet? Ősi és lassú, mi kicsik és gyorsak vagyunk. Ó, egy húgykő, gyorsan vegyük fel. Itt fent, mondja Aloy. Aha, még valaki egy létrát is ide készített nekünk, hogy tudjuk, hogy merre kell menni. Na, ez baj. Ez baj. De itt most tényleg úgy kellene átjutnunk, hogy...
Nem vesz minket észre, ugye? Ez most úgy egészen parának tűnik. Nem nagyon mocorognak amúgy. Felmászhatunk és elsúranhatunk? De hová gondolta, hogy felmászunk? Nem hívhatom be amúgy a vadállatomat? A hátasot? Füstbombám is volna. Tényleg mi történne, hogyha eldobnék egy füstbombát? Ó! Oh, egész jó! Ja, én nem az vagyok, akire gondolsz. Oké, okay. Lehet, hogy mégis az vagyok. Bocsánat. Rendben, rendben, meg vagyunk, minden rendben. Nincs egy rendes potim, amit használhatnék. Ez egész szerencsésen sült el. Ide csak be kell mennem. Gyerünk, irányomod. Mert lehet, hogy nem is ide kell bemennem. Szarás? Megjöttek a korraptorok. Biztos, hogy nem ide kell bemennem? Azt mondta, hogy másszak fel, ugye? De hová? Azt hittem, totál gyere kell jönnöm. Szerintem a fal nem képez járható útvonalat. Pihenhetek egy kicsit? Nyomjad, Eloy, aludjál nyugodtan. Én majd addig megoldom. Ti látjátok? Tehát nem is kellett volna ide bejönnöm. Amikor a másik falnál voltál, akkor mondta, ott visszább voltunk, és ott mondta, igen. És hogyha most fogom magam és átszállok erre. Azt szerintem itt kell felmászni, és csak. Megvan, 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 ez a kis lyuk volt az. Oh, nice. Másikkal is beindult. Wow. Fűtőrendszer fejében a domboldalon. Ezt honnan tudja Eloy? Van kettő potim, ha jól látom. Ez lesz a jó. Potival kell túlélnünk ezt a helyzetet. De rohadt jó a zene. Perfekt a zene, amit írtak hozzá. Figyelem, elterelés vagy... Hát... Jó, próbáljunk ki egy ilyet. Mi történne, hogyha... Oké, gyerünk. Pedig szuper. Most ide fog jönni megnézni? Nincs másik ilyen robbantható dolgom? Oda kell felszaladnunk majd. Én a csapással intézkedhetnék, de nem akarok. Csak ne jöjjön be a pirosba, jó? Amúgy ezekhez nem vettünk fel annak idején valamilyen feltörő kódot. Oké. Okay. Szuper, megvagyunk, megvagyunk. Senki nem látta, senki nem tudta. És megvárjuk, amíg megnyugszik, utána nyomunk egy rámforítat oda felfelé. Az a baj, ott fent is van egy, szerintem. Ha elfordul, szaladunk. Már be is állok irányba. És... Lehet. Ott kell lenni előttünk a hűtőrendszernek. Ezek majmok? Jaj, ne már, hogy majmokat rakott ide. Öld meg a hibás mászó rémeket. Ne. És hányan vannak? Nem lehet, hogy
Ilyen rejtett szituációból lövök rá, várjál, lehet, hogy lehet. Hopszi! Mi lehetett ez? A gyönyörű mászó rémek, azok a csicska majmok. Soha senki nem akart velük megküzdeni. Mégis muszáj vagyok. Nem, a majmok tényleg nagyon idegesítőek. Szia, Venka! Jó pihenést! Makiverem van itt éppen, igen. Néma csapással? Nem, muszáj vagyok, nincs, nem tehetek más. Húzzunk el innen! Ez a hülye még megtalál sütni. Ahol valami értelmes lövést akartam volna leadni, erre sikerült egy ilyet csinálnom. Az ott a tetején az, mintha egy enge pont lenne, ott a feje teteje, nem? Az. Hát jó, nem oda lőttem, de valami olyasmi. Az, szerintem ott a feje tetején ott nincs semmi. Ekkora jó arc ez a csaj, hogy így lekötözi őket, nem? És nézd meg. Ops, a másik kapott egyet sajna. Ez hátra ment, hogy begyógyítsa a sebeit, azt hiszem. Milyen szerencse, hogy be van gyulladva. Egy megvan. Az ellenség túl közel van, addig nem tudunk a hűtőrendszerrel babrálni. Miért mászik fel? Oh, már látom, miért mászik fel, oké. Okay. Bocsánat, rám vetette magát ez a vadállam. És mi lenne, hogyha használni kellene valami vicceset? Oké, okay, ez egész jó. Nice! Gyönyörű haver! Találjuk már el. Megvan. Ezzel a fegyverrel sokkal okésabbak voltunk. Most már meg lehet hackelni a rendszert. Gyerünk. Lássuk, hogy túl tudjuk-e melegíteni a Horuszt. Ütőborda megragadása. Elengedés. Ne, ezt úgy kellene, hogy... Aha, Szelka húzza a másikat. Gyerünk. Szelka, gyere, húzd meg, légy szíves. Szelka, húzd már meg, kérlek. Nem a kis ujjamat, Szelka. Édes Istenem. Na, most megtalálta. Oké, okay, mehet. Most nem... Most mi van? Hogy nekem le kéne lőnöm? Hát, jó. Be kell lőni, igen. De kihúztad, ő meglőtte. Én azt hittem, hogy a másikat lőtte meg. Riadó. Kritikus hőmérséklet. Működik. Vészhelyzeti hűtőbordák bekapcsolva. Hó, szarás. És életre kell a gép, ami ezer éve nyugszik. Azt hittétek, elkaptatok, hölgyek? Nem hinném. Mondja közben Csicska Londra. Wow! Fitti-futti. Igen, gyorsan húzzunk el innen. De rohadt jó. Látszik, hogy valamit sikerült okozni neki. Hátsó része, mint hogyha lángolna. Én mindig túl melegszik. Az öböl felé tart. A tenger vizével akarja lehűteni a Horuszt.
Hogyan állíthatnánk ezt meg? Ott-ott az alján. A hüvelynyelőit kell tönkretennünk. De a levegőből eltered Londra figyelmét, én alulról támadok. Azt akarod, hogy ezzel az izével repüljek? Ja, gyorsan tanulsz. Wow. Oké. Rohadt jó. Nézd azokat a felhőket, összefosod magad, olyan gyönyörű. Azt a mindenség itt neki. Utól kell, hogy érjük a Horuszt. Wow. Remek, mit csinálod? Mondja neki Aloy közben innen távolról. Gyerünk. Nézd ezt a gépet. Azt a rohadt mindenit. Tartsd a parton a Horuszt. Oké, leszek a csali. Közelebb kell mennem. Miért ez nem tűnik jónak? De, jónak tűnik nekem. Nehogy rám lépjen. Jó, úgy látszik, hogy tud tüzelni is. Szóval itt végig kell ugrálnunk. Feltöltjük a készleteinket healingből, és beakadtam valamiben, amiben rohadtul nemet van szabad beakadni. Szaladjunk utána, hát az előbb még egészen jó pozícióban voltam. Gyerünk, oda néz. Hát hol láttunk ilyen szintű epikusságot utoljára? Nem is tudnám megmondani, ez annyira király. Ne, a lábadat vidarébb? Ó, Istenem. Beszarás. Nem mondom, hogy könnyű eltalálnunk. Opszi. Minden rendben. Megvan. Mellé. Gyerünk. Milyen, hogyha használnám ellene. Másik fegyver. Hol van tolva? Ne viccelj már. Hát az első rész óta arra vártunk, hogy ezek a gépek valaha egyszer meg fognak moccanni. Ez lesz a jó fegyver ellene, már látom. Nyomod, Aloy, nyomod. Meg vagyunk! És most mi fog történni? Gyász, Aloy! Valami ez feltöltődik. Szaladj, hát szaladok, barátom. Wow! Nyomjunk be egy potit. Küldi a megrontóit. Seika, keep Londra busy while I deal with the machines. Ja, hatalmas nagy HDR TV-n, 4K TV-n, meg minden olyan, hogy magad alá fissálsz, hogy biztos lehetsz, igen. Seika közben harcol vele, rendesbe. Ott van, tehet. Hogy gyönyörű találatok mennek. Azt a rohadt mindenit. Kis, gyerünk. Kis idő kellett, amíg megtaláljuk. És most. Mert. Kicsit, mint hogyha elborult volna, és ott az elsőnek a vége. Lássuk a másodikat. Hol ment a második korraptor? Wow. Hogy ne viseljék át. Beszarás. Oké, ok vagyunk még. Itt jön a korraptor, megtaláltam. Belélődtem. Most oda jó lesz. Gyönyörű találtok pörögnek. És folytatjuk.
Wow. Meg is van, gyerünk. Ott a vége. Szia árnyék fenyegetés, jó pihenést. És mi lesz most? Mit mondott Aloy? Bocsánat, mert csetre néztem. Látok még egy hűtőbordát az oldalán. Ups. Wow. Hadd szkenneljem be. Ott az. Aha, mint hogyha én is látnék valamit. Kedvik védék, kösz szépen a követést. Itt nálunk a vészkórusban. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagyszarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Hol lesz ez? Valahol ott fent, de hogy jutsz oda fel? Ez kellene. Ez a készletlád, de hát van benne még egy HP poti. De nem igazán vannak itt healingek, amiket útközben összeszedtem. Vagy lehet, hogy véletlen felszedtem párat? Az ágy ujja fölött? Ó, az a lába lett így. Ott van, igen, ott látszik, köszi. Király vagy. Nem, túl messze van. Felmászni az egyik lábán. Hát Aloy, figyelj. Ez nagyon hátszél lesz. Most úgy néz ki, hogy leborult. Ó, Jézusom. Hogy mászol fel erre, Aloy? Megvan, megcsinálja. Várjál. Húrus megmászása. Vigyázzunk, mert néhányszor vagy áram, vagy tűz csap ki belőle. Ó, itt nem fog tudni tovább menni? Dedre, igen, megvan. Gyerünk. Mindjárt ott vagy, és oda néz. De rohadt menő ez a csaj. Úristen, de király. A hűtőborda láthatóvá válik. Kérjük befűteni neki, aha. Úszunk ki gyorsan a partra. Nem tudja, a halálcsillag ellen menni. Kb. Olyan érzés, igen. Mehet. Menjünk a másik oldalra. Tökéletes, kész van. Az a nagy király, hogy úgy mászkálhatsz itt össze-vissza, hogy nem is kell figyelned a környezetedre. Megvagyunk. Wow. Oké, mozog tovább. Kiviszi a vízbe. Erre most nem jöhetek ide, mert még mindig fáj. Tedd meg, amit tudsz, oké. Én is igyekszem ugyanezt tenni. Potink az nem nagyon van per pill. Lehet, hogy megint fel kell... Oh, mit csinál? Lekapcsoltuk? Lehűti magát. Ez lesz az esélyünk. Oké, gyerünk. Maradj a levegőben, én meg megnézem. Menj a Horushoz. Ez a feladatunk itt közben. Pontosan itt vagyok. Még nem végeztünk. Pontosan, mert azoknak a karjai. Mire vagy képes Aloy? Aha. Pont belenéztem. Azt a rohadt mindenit. Nagyon szeretnék egy kis potit valahogy kinyerni ebből. Megvan a poti, oké. Na most nézzük meg. Ott van valami. Sikerült egyet belelőni, de nem túl sokan. Egy kis fikát csak elkennék. Hűtőbordon látható? Ott van.
Oké, semmi baj. Következő körben meg lehet. Több ilyen hűtőbordája van most. Nem gáz, megoldom valahogy. Jézus, de király lett a vége. Hát ez mindenért kárkótól, azt hiszem. Iszonyatosan nagyon király. Ott van. Kicsit többször kell majd aktívkodni vele, de... meg lehet majd még. És mire készül? Feltölti a fegyvereit? Wow. Ilyenek a zsiripek. Igen, támad. Későn vettem észre, hogy honnan fog-e tolni. Megvan. Majdnem megvolt. Wow. Oké, megvagyunk. Minden oké. De rohadt jó ez! Kelj fel éjjel, hogy nyomod. Egy kéz megvan, vagyis egy kar, vagy egy láb, vagy nem tudom minek nevezzem. Így jön már Szelyka fölöttünk húz el. Szaladgálunk jobbra-balra, nehogy eltaláljon. És... itt jön. Még egy lövés, csak egy. Nem jó, a fegyver nem képes kitolni egy alatt. Hát ezt iszonyatosan jól kitalálták. Zseniálisan jól kitalálták. Ilyen boss fightot azért nem sok játékban láthatunk mostanság, az bizonyos. Ja, a next gen élmény, igen. Igen, jól kitalált, hatalmas, vártuk ezt, megkaptuk, egyszerűen rohadt jó. Igazi fanservice boss, hogyha belegondolsz, mert mindig látni szerettük volna ezt a gépet működés közben, ugye. És most tessék, itt van. Megvan még egy lába. Befejeztem a játékot, mondja. Aha. Alánk vágott rendesen most. Ott van. Megvan még egy láb. Ja, Tibusz, teljesen egyetértek. Shadow of the Colossusban volt. Hasonlóan hatalmas kisember VS hatalmas gép fájtok, ugye? Ott jön. Jó, valami még belement azért. Úgy kell éljük valahogy még. És még Londra mindig ott lesz majd a végén. Tehát... egy potit benyelünk most, azt hiszem. Azt a mindenit, éppen jókor sikerült dessel. Megittük a potit, pont jókor. És most jön a vége. Mit csinál? Oké. Készlet ládákat kellene nyitni. Potit nagyon kellene bele kiszednünk. És meg is kaptuk, nagyon jó. Kinyílik. Meg vagyunk vele. Ó, ez így baj lesz.
Ott van az elsődleges hűtőborda valahol. Hol? Ott. Az nem az, szerintem. Az a kék lenne az? Szerintem fikakenés következik. Most. Érünk élő nyomod. Gyönyörű találat. 20-25% damage-el. Még egyszer, gyerünk, gyerünk. Már nincs, nincs ok. Ez nem talált el szerintem. Nem, szerintem ez sem talált el. Ez gyönyörű. És még egy ilyet. Gyönyörű! Szólunk Sajkának, hogy vegyen fel minket. Mély víz felé tart, nem menekülhet. És hiba történt a játékban, vagy az alkalmazásban. Köszönjük szépen, PlayStation 5. pedig mennyire epikus volt, amúgy. Az őrületes és hibátlan boss fight, amire azt lehet mondani, hogy úristen lehengerlő és mennyire király. Egyszer csak bedobta ezt a szart nekünk az arcunkba, de hát ez hiába. Én mindig mondom nektek, hogy azért vannak gondok a PlayStation 5-val, ugye? Istenem. Ez volt a Phase 2, igen. Ez nem a játék része, ne aggódjatok, mindjárt megyünk még egyszer. Jaj, de az annyira gáz. Oké, de hát nem nekem gáz, hanem a konzolnak gáz, hogy... Mindegy, nem kezdem el szapulni. Csiszolatlan gyémánt ez a PS5, nem is csiszolt, ja. Lesz még mit csiszolni rajta. Most hol tartunk? Nem már? Jó, most akkor bocs, de még egyszer a lábak következnek. Elnézést. Hát reméljük, hogy nem fog utána ugye összeszaródni. Bocs is, kacok. Viszont gáz dolog ez. Nem baj, legalább most még egyszer megnézhetjük azt, amit ennyire tetszett nekünk, ugye. Mindig jobb, mint hogyha megint bujkálni kellene? Ja, igen. Nem, majd a vodot úgy vágom össze, hogy... Tudjátok. Fel kéne venni néhány bogyót szerintem. Hol vagy, Aloy? Hát, haver. Kint vagyok a főmenüben, mindjárt jövök vissza. Itt van az esély. Hol van? Ja, ez a láb volt az. Az élménynek annyi, igen, egy kicsit elrontotta, de nem baj. Mert mindjárt visszarázódunk bele. Amúgy egy csomó loot van itt a földön. Egész jó volt, gyerünk, még. Én hogy nyomja, barátom. Megvan még egy keze. De legalább iszonyatosan látványos és király. A szar helyre ment. Becsúszó szerelése. Ó, jaj. Nem baj, legalább többet nem verít. Jaj. Nem verít ránk. Another one down.
Még egy megvan. Ja, itt most aztán rendesen égnek ezek a sorok, igen. Jó lesz, jó lesz. Most nyílik ki. Két lövés elment a fenébe, messze, távolra. Ilyen mélyre belenyúlik a homokba. Nem vicces, nem vicces. Néhány ládát még ki kéne vennem. Szerintem itt az ideje lootolni egy-két dolgot. Hát csak egy kar van, gyere! Nice, micsoda becsúszások! Meg kicsúszások. Ott van. Megvagyunk. Egy maradt? Mi hol? Hol maradt az az egy darab? Azt a rohadt mindeni. Wow. Hol van? Ott van jobbra. Majdnem meg lett, majdnem megvan. Nyer, lerakja. Szabadná is teszi, ha minden igaz. Ott van. Oké, ez volt az utcsó. El kell innod egy potit, Aloy. Azaz. Jézusom, mi ez a lángtenger? Azt a rohadt. Wow! 0 HP. Ki kell húznunk valahogy. Hát innen nem fogod tudni eltalálni, ugye? Jól gondolom? Nem is látjuk, hogy hol van. Mert rossz szögben állunk, nem baj, legalább a HP-nk visszajött közben. Azt a rohadt mindenit. Az nagyon szép volt. Oké. Lehet a fika. Mert tudod mit csináljuk fika nélkül? Hát ha el kell rakni későbbre még azt. Utolsó lövés. Full száj. Na most nézzük meg. Nézzük, le fog ugrani, és mi történik? Leugrik, és... Hál' Istennek! Az utolsó hűtőbord a felrobbanása felsértette, nem tudom, mit csinálját. Be kell jutni, és meg kell találni Londrát. Most akkor bemászunk, és brutálisan elverjük. Nézd csak, itt vannak lehetőségeink, hogy gyorsabbak legyünk. Gyorsítás. Oké, azért kell oda beérnünk, mielőtt mindenféle dolgokat hajtana végre. Hát, hogy belülről jön az a fény, amit látunk. Barátom, ezt utolérni. Lopakadó hínára elrejt a víz alatti jelenségek elől. Hát nagyon szépen köszönöm, ott van a rés. Ott fogunk bejutni.
Erre megyünk. Londra visszahozza a hórúzt a felszínre. Aha. Elmászok és megkeresem. Vannak gombák, amik ide belenőttek közben. Csatlakozva kell lennie, hogy irányítsa ezt a dolgot, ez sebezhetővé teszi őt. Hol megyek amúgy? Hát nem mondom, hogy látom, hogy hova megyek. Oh. Valahol felrepültem véletlenül. Ne, Eloy, júj, barátom. Oké. Okay. Szerintem egy kicsit... hát szar helyre sikerült ott belekapaszkodni a dolgokba. És az epikus kaland itt véget ér. Elebi sebzés ölt meg, ezért töröltük a mentésedet. Legközelebb ügyelj arra, hogy a helyzetnek megfelelő ruhát vegyél fel. Bocsánat, hogy itt izé boxerben vagyok, ne haragudj már. Legközelebb öltönybe jövök, vagy nem tudom. Azt a rohadt. Vizes volt a cipő? Megcsúszott? Ja, oda, ott vagyok már mindjárt. Ez kicsit fáj, de le van szarva, bírom. És hova megyek innen tovább? Arra itt jobbra ki kell menni. Balra? Várja. Oké, megvan, megtaláltam. Nem mondom, hogy mindenhol egyértelmű a továbbjutás, de emiatt király ez az egész, hogy ilyen kis jumping puzzle-ok működnek. Szia, Chili oficiál. Jó pihenést. Ugorjunk csak oda át. Eloy, a hátad mögött. Eloy. Hogy mutatod meg neki, hogy oda ugorjon? Hallod? Ezt hogy lehet megcsinálni? Karika? Ja, köszönöm. Jó, oké, hát erre nem jöttem volna rá, mert a négyzettel elengedi. Szarás. Azt hittem, hogy ez ott marad. Bocsánat. Kicsit komikus lesz így a játék vége, de majd ezeket a részeket kivágjuk, jó? Köszönöm, amúgy tényleg sokat segítesz, hogy szóltok néha, hogy melyik gombbal kellene játszani ezt a játékot, mert hát hiába már régen volt az alap. Na még egyszer. Ja, megjelenik ez az ikon ott felettünk. Azaz. Na még egyszer tehát. Ja, a karikával lehetett a hátunk mögötti dolgokra ugrálni, igen. Hát nem is gondoltam volna egyébként, hogy egy hórusz látni fogunk működésben a harmadik rész előtt. Én teljesen azt hittem, hogy a Nemezisben lesz majd ez bármilyen szinten is kihasználva. Megvárjuk, amíg lemegy, és csak utána megyünk tovább. Nem maradnak sokáig nyitva, igen. Ez az. És örökre bezárulna, tudod, és akkor itt állnál, hogy mi van. Ez sem volt mondjuk rossz, így ez a megoldás is tetszett nekem. Megvagyunk, gyerünk. Ott van bent a feldolgozó gömbhöz csatlakozva, hogyha azt elpusztítom, leállítja a hórusz, oda kell bejutni. Ősi kész lett szép. Kapunk egy csomó potit. Ilyen szerviz alagutak vannak itt, tök furcsa, hogy... ezt így oldották meg, de rohadt látványos. Nem akarok megsülni. Ha? Én meg elnéztem balra. Remélem, hogy jó helyen vagyok. Várjál, nem vagyok benne biztos, most leestem valahol. Szárazföld irányába tart a part felé. Majdnem ott vagyok Londránál, nyugi. Ott van egy csicska! Ilyen kellemetlen mondja. Feltöltöm a készüleimet. Ennél több kell.
Megvan, be van szkennelve, mehet. Mit mondott? Mit csinálják a gömbbel? Semmisíts meg a feldolgozó gömböt. Biztos ez? És melyik fegyverrel írtsam ki? Ha itt szerintem valami más megoldás lesz. Nem hiszem, hogy Londra, akit lőnöm kell. Ez micsoda itt? Sebezhetőnek tűnik bizony. Ez sikeres. Ott van még. Az Elosztónál le lehet kapcsolni az áramot. Gyerünk ide. És nem mondod, hogy eredjel kell. Jó, eredjel kell. Kell találnunk egy másikat is. Itt szemben nem azok vannak? Szia Streamings! Lemaradtál a legepikusabb fightról, amit ebben a játékban valaha láthatunk. De még valami tart belőle. Vagy vagy bizú. Láttam, hogy írtál, ne harít, csak nem tudtam elolvasni, hogy befejezésben vagyok éppen. Most nagyon nézek, hogy mi van. Ezt kéne előcsalogatnom, ugye? Hogyan tudod előcsalni a másodikat? Ott is világít valami, nem. Készlet doboz, készlet szép. Lehet, hogy azokat a izéket kell előni? Nem. Ültél képeket? Úr, remélem megint ilyen jóféle házikó lesz. Kedvelem az olyat. Kedves tőled, köszönöm. Mindenféleképpen lefekvés előtt fogom őket megnézni. Itt van, itt van, itt van. És most nagyon megrázta az áram őt. Oh, és még mindig fenn van? Aha. Jó. Már látom, hogy mit kell tenni. Amikor az leesik, akkor lövünk rá egy nagyot. Kisüti magát, én meg rámegyek. Oh, hát pont itt lengedezik előttem. Ez a furcsa pénisz. Ez micsoda? Lepörköltem a hajad? Azt mondja, lepörkölt a hajam, oké. Okay. Semmi gáz. Ennyi kell ebből? Hát egyre elég volt. Sziasztan, első jó estét, hogy vagy? Megküldi, és? Nem jó, nem azokat küldi. Azt hiszem bele sikerült lépnem. Nagyon jó, már csak egy van. Lesz elég idő? Nem lesz elég idő. Új világot építek, hűséges követőim, imádat a közepette, mondja közben a főcsicska. Milyen boldog, hogy a Nemesis jön és az anyabolygóját elpusztítja. Mekkora egy majom ez a csávó, nem? Mekkora egy elcseszett szar. Ezek soha nem fognak eltűnni, ezek jönnek. Lehet. Ó, Istenem, már megint beleléptem, nézd meg valamibe. Nem jó. Mindjárt meg vagyunk, elnézést, csak béna vagyok. Ne a gömböket léci, azok olyan szarok. Na jó, akkor küld a gömböket.
Meg is vagyunk. Kiküldi a hullámot. Nyomok egy dash-t és mehet a lövés. Kész. Londra most nem túl boldog. És most mi lesz? Semmi sincs meg a feldolgozó gömböt. Ez neki sem túl jó. Te aztán tényleg mindent tönkre teszel, ugye? És ezzel meghalt? 1000 év után? Így múlik el egy világ dicsősége? Sejka, itt vagyok ennek a szizének a fejében. Gyorsan ki kéne jutnom. Jövök, mondja. Ajaj. Hogy? Ezt hogy csinálta? Csak Ventures közben a parton, szerintem nem tudom. Pánikolva rohangálnak fel alá, tudod, hogy úristen, egy Horus fia felét csináljuk. Wow. És visszaraktuk egy másik helyre. Egy újabb 1000 évre. Ezt nem vágom, ezt hogy kell lerakni, mondja közben Sejka. Kicsit rázós landolással mind a ketten a nyakukat szegik, és így lesz vége az epikus science fiction történetnek. Hát ezzel még dolgoznunk kell. Őrület király kis kaland volt, nem mondom. Sikerült. Kíváncsi vagyok a többiek településen mit gondolnak a történtekről. Egy fém ördögöt feltámadni látni. Jelentkezz az admirálisnál és megtudod. Menj, csak minden rendben, majd utolérlek. Ne várakoztass soká. Intenzív volt a befejezés, rohadt jó volt, nagyon tetszett. Hallgass meg Silence. Vége van, Londra halott. Kitűnő, gondolom küzdött. Na mondhatjuk, egy Horusszal jött nekem. Egy Horusszal? Nem lehetett könnyű legyőzni, még neked sem. Egyik klán segített. Üdök adatokat Londra implantjáról, nézz utána, hát ha megtudsz valamit. Személyes naplója valóban lenyűgöző lehet. Majd tájékoztatlak, amint van valami. Hogy hogyan fog... Oké, körülnézhetek egy kicsit a lángoló partokon, vagy elindulhatok a flotta végfelé, és találkozhatok Sejkával. Nem, megyünk Sejkához, természetes. Szia, Giroblade. Szóval, feltöltjük itt a készleteinket, és megyünk a végkifejletre, az epilógusra. Mit kezdtem elmondani? Várjatok, elfelejtettem. Amennyire kis rövid volt ennek a DLC-nek a területe, és rövid volt maga a questline, tehát a küldetéslánc, ami ugye a fő küldetések vonala, hát annyira epikus lett a vége ennek az egésznek. Szerintem rendkívül jól megcsinálták. Egyszerűen a terület, amit bejárhatunk, bár kicsi, de annál látványosabb. Menj bele a vízbe a madárra? Nem. Azt mondta, hogy nope. Nem, itt nem nagyon lehet, úgy látom. Elég király. Hát zseni. Nagyon-nagyon nagy király volt. A Horus volt a neve, lehetett ma madárszerű. Ez egy nagy gigantikus polip volt. Én nem tudom, én elfogadtam, hogy így hívták. De mi a bajod a nevével? Szerintem tök oké. Mindegyik robotnak lett egy neve végül. Vesz, hogyha leszállok, kinyújtóztatom a lábamon. Ez valami rák volt? Én nem tudom, hogy mi volt. De epikus volt, az hétszentség. Rohadt jó volt az egész. Imádtam.
Megint sikerült felülmúlni, még az alapjátékot is, pedig az sem volt önmagában semmi. És most kellene megtalálnunk tehát a többieket, akik itt vannak valahol, csak végig kell menni a városhoz. Városon. Lesz majd egy szünet ezután, aztán nem tudom, hogy még mit toljunk így éjszakára. Most, hogy így ennyi játékot befejeztünk egy... Hát mondjuk, akár még ebben is mászkáltunk, és felfedezhetjük az eddig fel nem fedezett részeket, hogy mellékküldéket is lehet ugye csinálni, mert még azok is vannak, tehát ez most nem lett 100%-ra befejezve. Sajnálom, hogy a trailerben elspoilerezték, hogy fel kell a Horus. Na én tök szerencsés voltam, hogy nem néztem meg direkt a trailereket. És még a kemence is ott van valóban. Aloy. Aloy. Ahogy a fémördög kiemelkedett a dombok közül. Mintha újra eljött volna a hamvakkora. Ha belegondolok, hogy ti ketten győztétek le, beleborzongok a gondolatba is. És ez még csak nem is a legnagyobb tetted, ahogy én látom. Köszönöm, hogy visszahoztad elveszett testvéreinket. Itt is mondhatnék, az adósaid vagyunk. Csak azt kérem, add meg a barátomnak. Azt az elismerést, amit megérdemel a veszélyért, amit vállalt. Nem is tennék másképp. Mondta az öreg admirális. Megpróbálj majd elvenni a fókuszodat? Hát én is ezen gondolkodtam, hogy a sajka. Nem veheti el, szükséged lesz rá. Megmutatom miért. Seika, meet Alva. Ez itt Alva. Kettőtöknek együtt kell működnötök, hogy az expedíció újra egyesüljön. Béta már tájékoztatott, örülök, hogy látlak titeket. Hallanod kellett volna az üdvrivalgást, amikor elmondtam itt Fövenyben, hogy a flotta másik fele él. Alva jósnő, megtisztelsz. Hasonlóképp, nos, a részletekről később is beszélgethetünk. De most nem kellene megünnepelnetek, hogy legyőztetek egy zenitest és egy Horuszt. Gyerünk, gyerünk, menjetek. Nem mint, hogy túl sok időnk lenne ilyesmire, mert érkezik a Nemezis. Őszinte legyek, nagyon nem tudok ünnepelni, nem is tudom, hogy hogyan kellene neki fogni. Tengerész vagyok, szóval szesszel szoktam kezdeni. Van itt valahol egy kis aljvíz, azt hiszem. Aljvíz, az miféle? Abból főzik, amit épp megindul a hajó aljában. Nem is hangzik rosszul. Azt mondja, abból főzik, ami... Éppen megindul a hajó aljában. Wow, azért az... Hát nem tudom, mi lehet vajon a minőségibb egy ilyen ital, vagy mondjuk a kevert. De valamiről beszélni akartam veled. Találkozunk ott, ahol először találkoztunk, amikor alkalmas. Oké, ott találkozunk. Jó, ezek szerint még az epilógusban van mit itt tennünk, van mit tennünk. Beszélj a sejkával, ahol először találkoztatok. Haver, az jó messze van, nem baj. Várjál, de tudok teleportálni, persze. Nem kell, hogy itt... Ide nem is raktak ki ízéket. Akkor a tábortűznél kellene megindulni, ugye? Érdekes, de ide sem jöttünk el, pedig itt van egy ilyen ismeretlen rengőagyar terület. Na, az viszont érdekes lehet, hogy itt a hatalmas nagy... felhőkarcoló? Nem tudom, hogy van-e itt. Lehet, hogy nincs is. De mindegy, szóval ezen a területen elefántot látni. Páncéljáró karaván, belső szilánkja, itt van a melléküldilen délen. Madárral csak akkor tudsz repülni, amikor nem éppen itt bent állsz, ezért teleportálok egy kicsit kintebb. Mondjuk ide. Nem raknak tábortűzet, mert hajóval jöttünk át az elején. Igen. Repülj, persze, azt fogom csinálni, csak a városban nem viheted be a hátast, és azt néztem, hogy hova tudok kintebb menni. Ez marha jó volt. Nagyon-nagyon tetszett az egész játék úgy, ahogy volt, szerintem egy rendkívüli élmény. Nem szabad kihagyni, hogyha van egy PlayStation konzolod, akkor ezt ne hagyd ki, ezt a játszást. Mindjárt megtaláljuk a vadállatunkat. Hátas nem lépett be ide. Dehogy nem. Ott megy már. Nice. Várjál csak, ez most az új vagy a régi? Nem, ez szerintem az, amelyik a víz alá is lebukik, ugye?
Szia, Ági van. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Jó éjszakát, jó pihenést. Zseniális. Annyira jól ki van találva, hogy az ember eldobja az agyát. Sejka ott már rám, ahol először találkoztunk. Nincs csak idegeskedésre vagy van. Nem, nincs, mondja majd. De mitől ideges most Aloy? És amúgy mi lett Kínával? Ott is van. Csá! Várjál, itt vagyok. Azt hittem leborulok. És biztosan boldog vagy. Visszakaptál a nővéred. Megtaláltad a néped. És mit tesz most majd a nap hőse? Dehogy szerelmes. Ne voltál, aki széttépted belülről a fémördögöt. Szerintem téged is megillet a dicsőség. Hát talán egy kicsit. Hogy mi jön most, az admirálisnak szüksége lesz rám. Hogy egyesítjük az expedíciót Alva embereivel északon. Hogy utána mi lesz, azt nem tudom. Nem hiszem, hogy a húgommal valaha is helyre jönnek a dolgok, vagy a népemmel. Nem hajózol haza velük? Az akarok térni, majd egyszer. De a dolgok megváltoztak. Svenek nem tudják, hogy mit kezdjenek velem. És én sem tudom, hogy hová tartozhatnék. Gondolom, te jól tudod, hogy milyen ez. De nem is meséltük el neki, hogy kitaszítottak voltunk a Nora törzsben, nem? Sokáig gyűröltem az otthon gondolatát. Volt idő megismerkedni? Számomra azt jelentette, ahol felnőttem. Ahol nem akartak engem. De a helyzet az, hogy az elmúlt hónapokban rájöttem, hogy... Az otthon egyáltalán nem egy hely. Inkább... azokat az embereket jelenti, akikkel együtt akarok lenni. Ezt tetszik. Egyre inkább úgy érzem, hogy veled akarok lenni, és reméltem, hogy te is így érzel. Milyen szépre csinálták meg a szemének, ahogy megcsillan rajta a fény, láttátok? Ahogy mozgatta, úgy mozgott rajta a fény is, egyszerűen zseni. Igen, szívecske? Erre nem állok készen? Ez túl sok nekem? Várjál, ez most nem azt akarta jelenteni, hogy a barátunk akar lenni, és velünk akar jönni a főhadiszállásra Gája mellé, és megismerkedni a világunk történetével. Ez így most azt mondta, hogy... Tehát... De Aloy, mi jó? Várjál. Nem hiszem. Még mindig nem érti. Nem, mert nem. De most volt idő ilyen karakter developmentre, hogy ezek így ketten valami elinduljon köztük? Mert itt néha krúzoltunk együtt, de azon kívül túl sok. Alig 10 órája ismerem a csajt. Mennyi volt a DLC-dé? 10 óra? És most itt rögtön? Mondta, hogy élőben nem így reagálnál egy szerelmi vallomásra. Á, nem, én ott hagynám. Ököl? Ez túl sok nekem. Hadd szóljon, mit veszíthet? Hát... szűszártya meg ilyenek. Ki vagy te, hogy őszinte szerelem útjába állj? De miről beszéltek, hogy őszinte szerelem? Itt maximum ez még csak fellángolás lehet. Mi? Hát 10 órája ismerik egymást. ne vicceljünk. Hát ez nagyon furcsa nekem. Ezt egy kicsit soknak ítélem. Tehát, hogyha a harmadik részben hoztak volna be egy vonalat, hogy odáig eltelik fél év, és akkor bemutatják az intróban, hogy ezek így együtt krúzoltak, meg mi, és akkor már egy olyan szituációba keveredünk bele a harmadik rész elején, hogy hoppá, ezek összejöttek időközben. De tudod, akkor azt mondanám, hogy jó, de most így ennyi alapján. Nekem ez kevés. Ilyen technológiával nem kell fizikailag közel lenni, megismerkedni. Fél év téged aztán körbe kell udvarolni. Hát de most nem mondjátok már, hogy 10 óra elegendő volt ahhoz, hogy eldöntsem, hogy ezzel a lányjal én együtt akarok lenni. Aloyjal, aki még életében nem látott 10 semmit sem. Rosszat akarsz neki, nem már?
Egymást ölték hátulról a gépmadáron, van szikra. A szikra a tarsajunkban van, szikra tárolók, abból csinálunk muníciót. Nem tudom. Na jó, szavazzatok, oké? Okay? Egyes az igen, kettes az erre nem állok készen. A három az az ez túl sok nekem. Egyes az igen, kettes az erre nem állunk készen, a hármas a túl sok nekünk. Szavazzatok egyes, igen, és a többi. Egy, kettő, három. Kettő, kettő, egy, kettő, eddig nulla. Három, egy, három, egy, kettő, kettő, egy. Jó, úgy látom, hogy mindenki az egyest akarja. Szerbusz, kolompár Vinetú, ne legyek ünnep pronto. Miért ez egy ünnep neked? Szerintem ez egy rohadtul összezavaró szituáció, nem egy ünnep. De hogyha azt akarjátok, hát hadd szóljon. And what if I do? És hogyha igen? I think I know how to handle it. Azt hiszem, nem tudom, hogy mit kezdjünk ezzel. Várjál már, nehogy már. De mi most én? Na hát. De én nem számítottam. Oké. Okay. Hát most frankon lecsapták a kezünkről Aloyt. Hát így most már milyen waifu lesz így belőle? Seika. Ugye, és Seika, hosszú az út, ami még itt áll előttem. Tudom. Ja, tudom, nekem is meg kell tennem még dolgokat. Elég, ha tudom, hogyan érzel. Nem tudom, hogy mikor látlak utoljára. Vagy legközelebb? Valami ilyesmi. Én sem, de nem számít, mi történik. Ne felejtsd el engem, rendben? Seika, én nem tudom, mit mondja. Ne, soha. Na, ez az ölelés, ez így jobban hangzik. És most megyünk az avathoz, igen, a napkirályhoz, mert hogy én azt hittem, hogy vele leszünk úgy egyébként jóban. Ugye? A kardzsáknak? Jól emlékszem. A nap királya. Szóval ott elindult egy szál, a csávó totálisan beleesett Aloyba. Aloy még azért egy kicsit kéreti magát. Ne legyünk már ekkora incelek? Adjátok már, semmi incelség nincsen ebben. Hát csak ott elindult egy szál. Ez a csaj meg így bejött, így berobbant, azt most meg kész szituáció, csók meg minden. Ez az, hogy avadot elutasította a Forbidden West elején. Na jó, hát most figyelj már, egy udvarási, nem tudom, minek nevezzem. Szóval egy udvarlás során azért előfordul, hogy azt mondják az embernek, hogy hát itt csicska vagy, menjél innen. Nem? Tehát, hogy ettől udvarolsz, hogy nem rögtön sikerül ez a dolog. Csak úgy berobbannak. Ja. Én szerintem avaddal szeretnénk őt összehozni, mert ott annak volt ideje, hogy kialakuljon. Ott megismerték egymást, meg többször is találkoztak egymással, mint háromszor, érted? Én azt jobbnak találnám, de ez csak az én véleményem, és semmi bajom nincsen azzal, hogy a két nő, két férfi, két valami között kapcsolat alakul ki. Nekem az teljesen mindegy, lényeg, hogy szeressék egymást, az, hogy gyors volt ez. Megmagyarázhatatlanul alantosan húzták elő ezt a szálat, hogy miért, mert semmi jele nem volt. Amíg idáig el nem értünk, addig nem volt ennek semmi jele, nem lehetett látni, nem volt olyan összemosolygás, nem voltak olyan tekintetek, nem volt olyan szituáció, ahol ez ennek így egy alapot adhattak volna, és én ezt hiányolom. Tehát, hogy akkor építették volna fel ezt a kapcsolatot, hogy ez így majd most elindul valamerre, tudod? De amúgy most az, hogy egymás mögött ültek a izén a robotmetrón, hát hagyjuk már. Ha engem lekoptattak, nem másztam vissza az ablakon. Látod, na ezért vagy egyedül. nem akarok farok lenni, de hát na. Skacok, érdekes lett ez. Most az, hogy izé kiverte néhány embernél a biztosítékot, az le van szarva. Engem az zavar, hogy miért nem adtak keretet neki. Semmiből jött. Miközben ott volt avaddal a dolog már. Hogy ne lettek volna már jelei, soha senkinek nem beszélt magáról az érzéséről, annyit, mint Seikának, szerintem sejthető volt. Dehogy volt sejthető. De mi láttuk ezt, hogy beszélt az érzéseiről? Mikor? Ez körülbelül a DLC 3 óra 26 percről a 28-ig történt? Tehát, hogy így 2 percben, vagy mi? Há?
Köszi a játszást, remélem lesz platinázás, nekem csak egy PS4-en van. Amúgy rámehetünk még a többi részére, csak az a baj, hogy most nagyon a nyakunkon van a többi játék is. Én olvastam, hogy ez lesz, és voltak jelek finoman ugyan, de voltak közben. Aha. Hát biztosan. Akkor csak én nem vettem észre, mert nem tudom. Fura. Minden esetre a játék jó volt, és iszonyatosan meglepő volt a vége, sok szempontból. Hát marhára jó volt a maga a megalkotása a főbossnak. Nagyon-nagyon igényesen lett megcsinálva a mozgása, és az, hogy a helyszínen gyakorlatilag úgy tudtunk kitérni a... Tehát, hogy jól megválasztott helyszínen történt a támadása, mert nem kellett arra figyelni, hogy mi van a hátad mögött, nyugodtan futhattál hátra, nem volt szakadék, nem volt semmi, tehát nem bonyolították meg ilyen hülyeségekkel, teljesen ráirányították a figyelmedet arra, hogy egy gigantikus vadállat van előtted, és semmivel nem kellett foglalkoznod, csak legyőzni őt. Egy összefoglaló értékelés zajlik éppen. Na igen, és hogy nagyon-nagyon jól nézett ki. Ez a boss fight vitte el az egész DLC-t a hátán, mert a DLC kis területen zajlik, rövid is volt, Londra is egy rohadt furcsa karakter, akinek én nem igazán értettem meg, hogy ezt most hogyan akarta ezt a tervet véghez vinni, hogy akkor most elvisz magával egy marék Kven agymosottat, és akkor majd az emberiséget egy másik, nem tudom, vagy a hajón próbálja meg ott tovább nemesíteni, nem tudom, figyelj. Nagyon furcsa lett Londrának a karaktere is, nagyon ellenszembes volt, ami ennek egy antagonistának kell ugye lennie, ez teljesen megállta ott a helyét, csak az volt a probléma, hogy mi lehetett az a motiváció, tehát azt sajnálom, hogy nem sikerült neki egy olyan észszerű motivációt adni, ami végül is erre az egész cselekményre hajtotta őt, ugye. Lance Reddick megemlékezés korrekt volt, mármint azt hol láttad veled, hogy elkerült a figyelmem. Az nagyszerű volt, hogy ő benne volt, és hogy még itt hallhattuk a hangját, láthattuk az arcát, és na, ezt akartam mondani az előbb, amikor Giro beköszönt, hogy kíváncsi leszek, hogy a harmadik részben hogyan előbb volt a stáblista, bocs, a csetet nézem, elnézést, tehát hogy igen, hogy hogyan hozzák vissza őt a harmadik részben. Egy Silence nélkül a harmadik rész nem működhet. Silence-nek a karakteréről alig-alig tudtunk meg valamit a két rész alatt, ugye? Tehát ő folyamatosan épülés alatt áll az ő karaktere. És a harmadik részben kellene, hogy kicsúcsosodjon, amikor felfedik, hogy na, mik is az ő igazi motivációja, és mit tud ő hozzátenni ahhoz, hogy a nemez is legyőzze majd a, hát eléggé visszamaradott állapotban lévő emberi faj. Tehát rohadtul jó a sztori, nagyon király az egész, én nagyon kíváncsi vagyok erre, mint DLC. Azért nem volt ez a toppon, szerintem az előző DLC az egy kicsit jobban sikerült, egy kicsit olyan volt, mint hogyha több gondolatot raktak volna oda, nekem legalábbis úgy tűnt. És hogyha technikai oldalról nézzük, akkor lenyűgöző volt. Tehát a marhára szép volt, igazi PS5-ös helyszínek voltak, nagyon jól kihasználta a PS5-nek a hardware-ét, ami ugye már egy next gen baromság. A mimika, hogyha azt figyeltétek, hogy milyen egyedülállóan király, szerintem ilyen mimikát játékban még nem láttunk eddig. Egyszerűen zseniálisan sikerült felvenni mocap-el ezeket a szereplőket. A szinkronok azok továbbra is csodálatosak, mint ahogy eddig is voltak, a zenék marhajók voltak a játékban. Tehát, hogyha ilyen szempontból nézed, akkor 10/10. Én azért vonnék le egy pontot, mert egy kicsit olyan, egyrészt rövid volt, másrészt pedig Londrának ott a motivációja az nem volt egészen egy épeszű dolog. Ildikó Presley van ott közben a felsorolásban. Úgyhogy azt egy kicsit szerintem Londrának a történetét kicsit jobban is kifejthették volna, hogyha több idő lett volna ugye arra, hogy több küldetés lett volna esetleg a DLC-ben. Tehát, hogy jobban megismerkedhessünk vele, jobban megutálhassuk ezt a antihőst, ugye. Éppen azért szavaztam egyen, mert nem vagyok biztos a folytatásban, hogy annak sikerében Aloynak akartam egy lezárást. Nem, ez 100%-os trilógia, tehát ez a játék annyira sikeres, ez a kettő rész, hogy itt szerintem ezt nem lehet már így máshogy, tehát hogy ezt viszik tovább. Eléggé sok hanganyagja volt a Bungie-nak, szerintem összehoznak majd valamit. Aha. De
az még mindig ott volt, mint probléma ebben a részben, hogy kicsit túl lett tolva a rengetegféle különböző fegyver. Az első részben pontosan tudtad, hogy mikor, mivel, hova kell lőnöd, itt a második részben kibővítették a 10 fegyveredet 30-ra, és akkor úgy kellett összesakkoznod, hogy melyik szituációhoz éppen mit veszel a kezedbe. Szóval 1000 év alatt te is elhűlnél. Ebben van valami, igen. Tehát, hogy viszont azzal magyarázni az ő motivációit, a terveit, hogy miért olyan, amilyen, mert 1000 év alatt meghűlt, azt szerintem egy kicsit olcsó húzás ahhoz képest, egy olyan játéktól, ami kitalált egy ilyen történetet, mint ami a Horizonnek a története. Egyszerűen szerintem Soma után ez az a játék sorozat, aminek a lehető legkirályabb science fiction története van, de frankon. Elképesztően király. Igazi retro science fiction történet, ha belegondolsz. Vizuális nagyszerűség mellett még a zenéket, aláfestéseket is kiemelném szerintem. Persze, hogy király, persze. Hát ez a része 10/10. Beleírják, hogy degradálódik az AI, a kép más, megvan a hangja, robotosabb lesz, azt jó napod. De Silence nem egy AI. Ő egy élő személy. Crash picit illúzió romboló volt, engem ámulatba ejtett a játék. Ja, engem is. Szóval én csak jókat tudok elmondani róla. Vannak itt hiányosságok, hát azért hiába, meg ugye az alapjátéknak, a Forbidden Westnek, mondom, ez a fegyverrendszere, ezek a bátorságizék, meg a nem tudom milyen hullámok, a fika elkenése és a stb. Az már egy kicsit szerintem túl sok lett, és az első részben jobbak voltak a harci mechanikák. Egyszerűbb volt, de nagyszerűbb volt, számomra legalábbis. Itt annyi felé kellett volna figyelni, hogy a kedves VOD nézők és a Horizon fanatikusok is megkapják azokat a pro move-okat, amiket egyáltalán nem használtam, mert fogalmam sincs már, hogy mit mivel lehetett csinálni. Olyan sokféleképpen tudod azokat a fegyvereket használni, hogy beszarás. Tehát mindegyik különböző, tehát mindegyik íjnak van még 3 különböző lövési technikája, van amelyik így felfelélő, ilyen mortárban, tudod, és akkor leesik az égből az enemire a bomba, ami a nyílveszőre van erősítve. Minden ilyen hülye kitaláció benne van, és annyiféle fegyver, meg egyszerűen átláthatatlan. A játék nehézségi szintje, mint emlékezhetetek rá, nehéz módba raktuk, ahhoz képest egyáltalán nem volt nehéz. Úgyhogy itt azért lehetne még mind finomítani, hogy a ténylegesen legnehezebb mód az tényleg rohadt nehéz legyen, mert ezt a játékot én nem kezdeném el hard alatt. Még így hardon is teljesen könnyen, gyakorlatilag mikor haltunk meg, ott a végén volt egy crash. Nem tudom. Ott a fúróknál talán meghaltunk egyszer, ugye? Vagy valami ilyesmi. De nem haltunk meg itt a végén sem sokszor. De ez azt jelenti, hogy a nehéz mód sem volt nehéz. Fantasztikus volt. Látványos volt, pörgős volt, zseniális volt. Tényleg csak én is csak jókat tudok mondani róla, és köszönöm szépen a PlayStation Hungary-nek, hogy ezt a DLC-t elküldték nekem, és így végig tudtuk játszani. Nagyon nagy hála érte. Skacok, itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem csatornánk patronusainak is a támogatásokat, Szilajkának, Feketereteknek, Barkatának, Szuzinak, Old Murkloának, John Zutinak, Fülöpubának, Pukibubinak, Irengárnak, Haxorznak, Paradicsomnak, Dorcsicnak, Sajtos, Nejfölösnek, Velkornak, Bradacsbének, Zsoltbének, Banyegnek, Lódernek, Goremnek, Kápéternek, Jonninak, Istinek, Gévincének és a titokzatos 23-nak nagyon szépen köszönöm, hogy vagytok nekünk, és köszönöm, hogy segítetek fenntartani a csatornát. Nélkületek ez nem lenne lehetséges. Ennek a játéknak a hardja a Dawn-nak a közepes szintje. Úgy érzed, hogy az előző játék az könnyebb, vagyis nehezebb volt, és itt ezt könnyebbre vették? Át kellett állítanom, normál szint nagyon könnyű volt. Aha. Személy szerint ez sokkal jobban tetszett a befejezés, hogy nem egy nagyon nagy boss kellett ölni, mint a Singularitás questben, hanem egy összetettebb fight volt, látvánnyal megfűszerezve. Nem tudom, az a durva, hogy a Forbidden Westnek a vége szerintem felejthető lett. Ezt a Horus fightot, ezt viszont nem fogom elfelejteni, az fix. Mert ez annyira jó volt. Hát a Singularitásban mi volt, hallod, amikor elkezdtük a DLC-t játszani, akkor nekem el kellett olvasnom, hogy mi a fene is történt a Forbidden Westben, hogy nagyjából képbe legyek a sztorival. És akkor így ott írták, hogy legyőztük a zeniteseket, és én azon gondolkoztam, hogy hát egy fightra emlékszem, hogy egy csávóval megküzdöttem, de hogy többiekkel mi lett, hogy azokat is legyőztük. Hát mondom, én erre nem emlékszem. Tehát az felejthető volt annak a befejezése, és nagyon királyan döntött a fejlesztő csapat, meg a
az írócsapat, a sztorit, akik írták, hogy a DLC tovább viszi majd a történetet, és ez lesz az igazi befejezése ennek a résznek. És innentől kezdve minden más, ami majd lesz, az a harmadik résznek a története lesz majd, és a Nemezissel majd akkor kell leszámolnunk, amikor hát eljön értünk a földre, hogy minden életet kioltson. Nagyon-nagyon-nagyon epikus kalandokra számítok majd a végső epizódjára ennek a játéknak. Csak legyen egy király forgatókönyvíró mögötte majd, aki olyan sztorikat pakol össze, hogy lefossuk a bokánkat. Csodálatos volt, de nézzük, milyen sok ember dolgozott rajta. Hát még mindig itt sorolják a címeket, neveket. Nyomunk egy kis szünetet majd mindjárt. Remélem, hogy nem haragszatok meg emiatt. Látom, már sokan el is mentek itt közben, mert itt csak beszélgetünk közben igazság szerint, meg megy a játéknak a kreditce. Szóval nyomunk egy kis szünetet, és utána megnézzük majd, hogy mivel nyomuljunk. Egyébként, hogyha én még abban is benne lennék, hogy nézzünk rá a Darkest Dungeon 2-re, mert most itt van egy másfél óránk így éjszakára, csak azt nem tudom, hogy most a Darkest Dungeon 2-ben már benne van a... Tehát, hogy patchelték és belerakták a Vestalt, vagy pedig az majd csak holnap az 1.0-ban kerül bele. Mert én nagyon kíváncsi lennék egy igazi... Ír ki szavazást? Nem kell. Köszönöm, nagyon kedves tőled. Szia, Axi, jó pihenést! És mindenki másnak is jó pihenést, aki már nem marad itt velünk ma éjszakára. Én meg azért egy jó órát vagy másfelet elszórakoznék itt. Vestal már benne van, hogyha minden igaz. Na akkor mindjárt... az Epic Store-ból kikölcsönzöm, és megnézzük. Nézzük meg, hogy benne van-e. Ja, nézzük meg. Viszont ne haragudjanak meg itt a készítők. Ez most már hosszúra nyúlik itt. Nagyon-nagyon tetszett ez az egész. Van még benne néhány mellékküldetés, amit meg lehet csinálni. Egyszer majd lehet, hogy itt még van. Aha, 2 darab mellékküldi. Ezekre rámehetünk akár. Valamint van a térképen néhány felfedezetlen dolog, tehát ilyen pangeás figurákat lehet gyűjtögetni, és akkor itt meg egy achievement ért a Pangea Parknál, itt a gépekbe beütve a kódokat, ezt nem tudom, valami achievementet lehet szerezni, és valami extra dolgot is még mellé. Egyébként meg, hogyha a húgyköveket összegyűjtöd, akkor újabb fegyvereket is lehet még megszerezni, illetőleg a téta kemencének a megoldása teljes egészében még itt van. Úgyhogy vannak itt még, ja, igen, a kemence is, igen. Vannak itt még megoldandó dolgok ebben a DLC-ben. Siettünk azért a főküldetéseken, hiába most rengeteg játék van, amivel játszanunk kell, de nagyon örülök neki, hogy ez lett most ezen a hétvégén már a negyedik játék, amit végig játszottunk. De nincs itt egy bonfire valahol? Ja, ez az a hely, ahol nincs. És ilyenkor, hogyha kilépsz a játékból, akkor mi történik? Vadászpróbák, ez még mindig be van bugolva, hogy a próbamesterrel kell beszélnünk, holott a próbamesternek már köze nincsen hozzánk. Ki volt platinázva az alapjáték? Új arcfestést kaptunk? Az igen. Jó, tehát akkor a Horizon Forbidden West-tel megvagyunk, PS5 konzolunkon már csak a Yeti túlélő című játék maradt meg, mint végigjátszandó őrület. A Crash Bandicoot Ancient trilógiát PS4-ről fogjuk játszani, nem 5-ről, mert úgy érzem, hogy a PS5 kontrollere egy kicsit lomha, kicsit nem annyira kényelmes vele platformereket játszani, mint a kisebb kontrollerrel, ami a PS4-hez volt. Úgyhogy lehet, hogy 30 FPS lesz majd. Yetit is very hardon tolod? Aha, Yeti mesterbe nyomjuk éppen. Szóval, ja, ezt PS4-ről szeretném végigjátszani. És akkor ahogy végigmegyünk ennek az első részén, ezt fogja váltani majd a Spyro-nak a második része, majd utána a Crash-nek következik a második része, a Spyro-nak a harmadik, utána jön a Crash-nek a harmadik része, és végül szerintem majd a Crash-nek a negyedike is, de azt nem tudom, hogy hát ezek a platformerek, tudjátok, így úgy fognak következni majd, hogy valahol be fogok szúrni egy Super Mario Odyssey például, de lesznek majd itt még más Nintendo-s tartalmak is, úgyhogy platformerből nem lesz hiány, illetőleg még nem fejeztük be az Uncharted-nek a spin-offját a csajokkal. Azt mindenféleképpen szeretném majd még befejezni. És akkor vannak olyanjaink, hogy a Demon's Souls-ból PS5-ről csinálunk egy negatív végigjátszást, amikor a legsötétebb őrületekkel nyomulunk, tehát a nem tudom már mi volt ennek a rendszernek a neve benne, de a sötét oldalra fogunk állni, kicsináljuk az NPC-ket és mindenkit, és megnehezítjük magunknak a játszást. Ezt is nagyon várom, ezt a játékot. Itt van még az Oddworld Soulstorm, hát ez a játék,
ettől félek egy kicsit. Ez mindig nehéz játék volt, úgy mondom, hogy régen. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lehet PS5-ön, és ez a rész ez milyen lett, hogy ez most egy jó játék lett-e vagy sem. Mert nem sokat hallani róla, hiába azért mégiscsak egy réteg játék. És nagyjából most ennyi a PS5-ös kínálatunk, azt hiszem. Tehát ezekkel a játékokkal fogunk játszani még remélhetőleg idén, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgaink, lehet, hogy már néhány ezek közül csak a jövő évre fog átcsúszni. No, hát nagyon szépen köszönöm a mindenkinek, aki eddig itt volt, nem menjetek nagyon messzire, egy jó 10 perc szünet következik, és utána pedig nekivágunk. Én szerintem megnézzük, hogy milyen lett ez a Darkest Dungeon 2.